Kedves kollégák, üdvözlünk mindenkit sok szeretettel. Hamarosan kezdődik a webinárium, egy néhány perc múlva. Addig mindenki helyezze magát kényelemben. Nagyon sok érdekes dolgot fogtok ma hallani. Kedves kollégák, a csetet érdemes használni, ott tehetitek föl a kérdéseket. Én ismét szeretettel köszöntök mindenkit, Főző Attila vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és hamarosan kezdeni fogunk. Addig gyülekezünk itt a virtuális térben. Reméljük, hogy mindenki jól hall engem, illetve majd később az előadókat is. Kedves kollégák, 2 perc múlva fogunk körülbelül kezdeni. Addig is sok szeretettel köszöntök mindenkit, jó helyen jártok. Ez itten a évzáró, a Microsoft Innovatív Iskola program idei évzárója. És biztosak lehettek benne, hogy nagyon sok érdekes dolgot fogtok ma hallani. Én már tudom, hogy ez így lesz.
Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit, és akkor elkezdjük a mai webináriumot. Én Főző Attila vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és ezen a kis őszies napon sok szeretettel köszöntöm az előadókat, és a résztvevő kollégákat is ezen a évzáró, egyben évadzáró alkalmon. Itt egy kicsit kerek egészet alkotnak a webináriumok ebben a második, vagy ebben a tavaszi fél évben tulajdonképpen, hiszen amikor a digitális munkarend elkezdődött, akkor az első pillanatokban a Microsoft Magyarország munkatársaival együtt kezdtük a webinárium sorozatot, és azóta összesen 42 webináriumra került sor, és ez így a 43., amely így közösen kerül a kollégák elé. Ez egyben egy nagyon izgalmas és nagyon gazdag program, ami ma várható, hiszen a Microsoft Innovatív Iskola programjának ez az évzárója. Ebben a programban idén is nagyon sok iskola vett részt, mintegy 100 iskolával dolgoztak itt a szakértő kollégák, rendkívül sok tapasztalatot osztottak meg egymással és másokkal is, hiszen voltak rendezvények, volt egy egésznapos hackathon, amin én is részt vettem így külső szemlélőként, és nagyon-nagyon izgalmas, érdekes volt, nagyon jó tapasztalat. És ennek az évnek a végére számos olyan jó gyakorlat, innovatív megoldás kristályosodott ki, amelyet érdemes megmutatni sokaknak, ezért egy egészen színes palettán fog megmutatkozni ma ez a program. Összesen 8 iskola fogja bemutatni a tapasztalatait ennek a nagyon különleges fél évnek, hiszen ilyen járványhelyzet még nem fordult elő. Bízunk benne, hogy ez nem gyakran lesz, de tartok tőle, hogy ez a digitális munkarend nem most volt először, viszont nagyon sok fontos tapasztalat gyűlt most itt össze. Mielőtt elkezdjük az előadásokat, szeretném elmondani, hogy most következik Petronella Goel, a Microsoft Közép-Kelet-Európai Oktatási Üzletág vezetőinek üdvözlő videója. Kérem, ezt tekintsük meg közösen. Hello everyone! Jó napot mindenkinek! I like to send at least virtual greetings to all of you in Hungary. Already many months ago, when I learned from my Hungarian education team that you will have this closing event, I blocked myself to be able to travel and to join you in person. Well, we are living in very special, challenging times for all of us. Throughout the last few months, we saw huge acceleration of the education transformation, and same time, everyone is facing changes in their daily lives. We at Microsoft, we are ready to help you in the transformation of in-class learning to remote learning. Coming back to schools, we see that we need to keep growing the digital skills of our teachers and kids and keep a good mix of remote and in-class learning, what we call blended learning. It is great to know that we have nearly 100 schools participating in this innovative school program. I was able to meet many of you back in 2019. And I saw so much knowledge, wisdom, and motivation to prepare our kids for their future lives. To have the opportunity to work and bring together so many schools allows all of us to be part of your innovative projects and listen to different perspectives. I especially like to thank to all our school directors and experts
who were leading the beginners and advanced groups. Thanks to your dedication and energy, we can successfully close another year of this great program. I wish you a great event, and I hope to see you very soon in person in Budapest. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Hát ahogyan a videóban is elhangzott, különleges időket élünk, és ezekben a különleges időkben néhány különleges pedagógus következik, akik bemutatják majd a tapasztalataikat, jó gyakorlataikat, és szeretném elmondani, hogy lehet tőlük kérdezni is, tehát a chatben kérem, hogy nyugodtan tegyétek föl a kérdéseiteket, és ezekre a kérdésekre majd válaszolunk, vagy válaszolnak az előadók. Elsőként a Budapestre látogatunk el, és a Móra Ferenc Általános Iskola bemutatója következik, az előadó pedig Székelyné Palkó Mária igazgató lesz. Kedves Mária, kérem, hogy mutasd be a tapasztalataitokat. Nagyon köszönöm a szót, meg titeket is köszöntelek nagy szeretettel, és nagyon örülök, hogy itt lehetek ma veletek. Voltam igen igazgató, de most csak igazgató helyettesként, viszont annál nagyobb örömmel vagyok itt. De mivel mi a nagyon kezdők csoportjába tartozunk, én nem is szeretném a szót nagyon fecserélni, úgyhogy szerintem vágjunk bele, hogy mi is történt a mi iskolánkba tulajdonképpen. Az én remélem, hogy megosztottam, és majd mindenki láthatja. Az én prezentációmnak az a címe, hogy az iskolánk és a Teams. De még nem látom. Ti látjátok? Igen, látjuk. Igen, ti látjátok? Akkor nagyon jól látjuk. Jó, akkor oké. Okay. Jó. Szóval akkor már is itt vagyunk, mint Murphy, mert ennek alcímnek simán adhattam volna azt, nem csak iskolánk és a Teams, de Murphy törvénykönyve alapján, mert ami megtörténhet a mi iskolánkban, az meg is történt velünk, de természetesen jókra gondoltam. Mi történt velünk tulajdonképpen? Amikor mindenki mással megtörtént, hogy az a bizonyos márciusi nap megesett, mi is ott álltunk, mint Báláma hegyen vagy Szamára hegyen, és néztünk körbe. Igaz, hogy szeptember óta tagjai voltunk az innovatív iskolai programnak, de tulajdonképpen nagyon az elején tartottunk. Miért is tartottunk az elején? Hát a nehezebben folytatódott azért, mert nem volt miénk a honlap, és ugye ezzel már szöszöltünk mi, de újra szöszölnünk kellett vele. Most sem tudtuk, hogy mit jelent az, hogy migrálni, de ki, de hogyan, mi történik, hogyan történik, ment az időnk, és azok az iskolák bizony bezártak. Mindenki másnak ez nagyon idegesítő helyzet lehetett, mert mindenki ugyanezt kapta, mindenkinek el kellett kezdeni valahogy ezt az időszakot, amikor a gyerekek vártak ránk. Hát nincs mit tenni, mi is elindultunk. Na de hát mindenki úgy, ahogy tudott. Semmink nem volt, tehát mindenki ahhoz kapcsolódott, amit eddig is tudott. Vagyis elindultunk, ugye a kötelező is, a Kréta, a Gmailjeink, a Viberünk, a Classroomunk, a Redmentánk, a Skypeunk, és a satöbbi, ami ugye a legborzalmasabb tulajdonképpen. Március 3. hetében tartottunk, úgyhogy az egész iskola rajta volt mindenen, de össze-vissza, és ez ugye azt jelentette, hogy azt se tudtuk, hogy mi ezt kaptunk, rohangáltunk, mint a mérgezett tegér, az őrület határán mindenki. Égnek ugye a telefonok, ezt mint iskolaigazgatók vagy helyettesek ismeritek, mert ilyenkor mindenkinek remek ötletei támadnak, de az az igazság, hogy nem igazán segítenek, viszont Isten ilyen hátráltatni tudnak. Miközben a háttérben meg a lázas munka folyik, tehát próbáljuk azt a doménynevet, próbáljuk azt a honlapot, mindent. Ilyenkor már, hála égnek már itt már segítettek nekünk a szülők is. Így aztán április 5-én szülői segédlettel, na meg persze tanári háttérmunkával megérkezett iskolánkba a Teams. Picit felsóhajtottunk, mert ezek után, hogy ennyi mindenen keresztül ment mindenki, észrevettük, hogy hoppá, minden egy helyen.
Szeretném csak megmutatni az adminisztrációs felületről, hogy mikor is indultunk tulajdonképpen a Teams-el, mert hogy ott előtte is lehet látni, hogy már ott voltak kezdő megnyilvánulások, de az igazi kezdés valahol itt található, és lehet látni azt a azonnali rácuppanást a Teams-re. Azért van egy persze egy kis visszaesés, de hát ez a tavaszi szünet. Az igaz, hogy csoda, megtaláltunk mindent egy helyen, de azért meg kell, hogy mondjam, hogy pedagógusokból vagyunk, tehát azért lehet látni, hogy mik azok, amiket azonnal használatba vettünk. Ugye ez a OneDrive fájlok, illetve a csetelés, a nagy beszélgetés, amiben mindenkinek nagy hiánya volt. És innentől kezdve, amit én megkértem a kollégáktól erről a 3 hétről, hogyan tudnának beszámolni, úgyhogy itt lehet látni azokat a felületeket, amik szerintem már mindenki nagyon jól ismer, hiszen mi vagyunk a kezdők kezdője, de azért megvillantanám, hogy a 3 hét alatt a kollégák hogyan és mit kezdtek el használni. Szerintem mindenki ismeri. Azok lesznek csak érdekesek számotokra, ami egy picikét megvilágítja azt, hogy mi azért mégiscsak pedagógusokból vagyunk, akár ez a részlet is. Remélem lehet látni, hogy mit írt oda a kedves pedagógus, mit írt oda a kedves pedagógus, megint mit írt oda. Remélem látjátok, és nem kell elmondanom, mert hogy ugye azért csak nem tudjuk magunkat meghazudtolni, ellenőrzés, értékelés minden szinten. Még további olyan dolgok, amiket megtanultunk ez alatt a 3 hét alatt, szeretném hangsúlyozni, hogy 3 hét volt, úgyhogy tényleg a kezdés kezdése, de azért rá kellett jönnünk, hogy ez valószínűleg nem lesz elég. Nem fogunk elszontyorodni, hiszen jöhetnek holnap a következő kihívások. Állunk elébe. Azóta is már sok mindent megtanultunk, akár látjuk, hogy a honlapot is föl tudjuk tenni, a dashboardot is tudjuk, aztán a whiteboardot is, a chatet is, és akkor lassan megérkeztünk. Lehet látni, hogy mi mindenen mentünk keresztül ez alatt a 3 hét alatt, de azért azt tudnám mondani, hogy ha ezt mindenki látja és mindenki tudja, hogy rájöttünk, hogy azért ez csak a kezdet, hiszen innentől kezdve tudunk majd csak fejlődni, és a 3 hét után azért már mondhatom, hogy vannak már újabb megtanult, meg már kitalált lehetőségünk, ez például a Móra napunknak a megszervezése, ami a jövő héten lesz, ahol már a csapatok ott vannak, azért természetesen nálunk is van már Minecraft, és ami a legfontosabb és előremutató, hogy minden egyes területen a csoportvezetők, gyerekek. Persze természetesen azért, mivel általános iskola vagyunk, ezért azért vannak felnőttek is ezekben a vezetőkben, de a gyerekek mindenféleképpen ott vannak és segítenek nekünk. Úgyhogy megérkeztünk, és folytatjuk tovább. Nagyon szépen köszönöm, röviden ennyit a mi kezdetünkről. Köszönjük szépen ezt az előadást. Hát azt lehet, hogy mondhatjátok, hogy technikai értelemben kezdők vagytok, de pedagógiai értelemben nem. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit szóltak a szülők, mi volt az a legfontosabb visszajelzés, amit kaptatok a szülőktől, amikor bevezettétek ezeket az eszközöket? Egy nagy sóhaj. Mert azért, akinek 3 gyereke is van, azért az néha szétszakadt ebbe a satöbbibe, tehát ezekbe a Classroom-ba, Viber-be, Skype-ba és mindenbe, de azért ezt meg kell mondjam, hogy inkább a felső tagozatosokra érvényes, azért az alsósoknak egy kicsikét speciálisabb a helyzetük. De a felső tagozat megkönnyebbült, és a kollégáim pedig tanulják ezzel. Köszönöm szépen a válaszodat. Könnyű volt a döntés, hogy milyen eszközöket választhatok a tantestületen belül, hogyan döntöttétek el, hogy ez így ezen az úton fogtok járni ezekkel az eszközökkel? Egy picikét segített, mármint hogy a sok eszközzel vagy a Teams-el kapcsolatban.
Mert amikor a Teams-et bevezettük, akkor ugye addigra már valóban mindenkinek a haja égnek át, mert annyi mindent csináltunk egyszerre, annyi minden volt, hogy már néha követhetetlen volt, hogy a gyerek melyik felületen küldi vissza, vagy a feladatokat, vagy egyáltalán hogyan lehetne ugye online órát tartani, és persze beleakadtunk olyanokba is, hogy nem minden felület alkalmas arra, hogy akár online oktatást lehessen rajta tartani. Úgyhogy ez az időszak, ez a 3 hét arra is nagyon jó volt, hogy a kollégák megtapasztalják azt, hogy mit jelent az, amikor egyszerre minden van, és még sincsen semmi. Köszönjük szépen a tapasztalatokat. Azt gondolom, hogy ez mindig olyan, hogy mondjuk egy szimfónia is, hogyha az ember megnéz egy kottát, akkor hú, de milyen sok összevisszaság van, és nagyon sok hang egyszerre, aztán egyszer csak kialakul belőle egy nagyon szép hangzás, úgyhogy valószínűleg itt is egy ilyen folyamaton mennek keresztül az iskolák, és most Püspökladányba utazunk virtuálisan az Erős Lajos Református Általános Iskolába, és Bíróné Szabó Brigitta igazgató helyettes rövid előadását fogjuk most meghallgatni. Parancsolj! Köszönöm szépen a Tilla szót, és nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves kollégák és minden résztvevő Püspökladányból, Hajdú-Bihar megyéből. Az Erős Lajos Református Általános Iskolának az intézményvezető helyettese vagyok. Iskolánkban 13 osztállyal és 278 tanulóval, közel 30 pedagógussal zárjuk hamarosan az izgalmas tanévünket. És azt kell mondjam, hogy az előttünk szólóhoz csatlakozva a digitális munkarend az nálunk is nagyon sok változást, újdonságot eredményezett, és egy teljesen új tanulási környezetet. Mi már második éve vagyunk az Innovatív Iskola program résztvevői, tehát voltak már alapjaink, és azt gondolom, hogy ez adott is egy kellő biztonságot az indulásnál. Tehát nem éreztük azt a fajta kétséget, hogy melyik lenne az utunk, tehát azt már láttuk, hogy a Teams bevezetése és használata lesz a mi digitális iskolánk. És egy kéthetes átmeneti időszak ott követően ki tudtuk nyitni a diákok felé is. Tehát addig a tanárok és a vezetőség már használta a Teams felületét, de természetesen kellett, hogy a gyerekek számára is ki tudjuk ezt nyitni, és nagyon hamar kiderült, ahogy kinyílt ez a virtuális iskola kapu, hogy azok a szabályaink, amik eddig megvoltak az iskola falai között, azok az új virtuális iskolában nem tarthatók. Tehát kell, hogy ezek a keretek, ezek a kereteken belül nagyon sok kérdés felvetődött. Tehát, hogy hogyan, már rögtön az elején, hogyan kommunikáljanak a résztvevők, ki mit és hogyan és hol osszon meg, és mikor jelezzen vissza a pedagógus, hogyan tud működni az online segítségnyújtás, hogyan tud egyáltalán kialakulni a digitális iskolai közösségünk. Tehát rögtön éreztük a kezdet kezdetén, hogy hiányoznak a fogódzók. Tehát szükség van egyfajta iránymutatásra. És mivel nagyon sok kérdés, megkeresés érkezett, nem csak a pedagógusok, hanem a szülők, a gyerekek részéről is, ezért fogalmazódott meg erre a kérdéssorozatra és megjelenő igényre válaszként egy digitális iskolai házirend. Úgyhogy most szeretném ezt megmutatni a honlapunkon, illetve egy SZV-ben, és remélem, hogy a kedves résztvevők is fogják ezt látni. Látszik-e egy megerősítés szeretnék csak, hogy látja mindenki ezt a házirendet? Igen, látjuk. Köszönöm. Tehát ez a házirend született meg ott április elején, és az a kéthetes időszak, ami a Teams-be való belépés után eltelt, az azért volt hasznos, tehát ezt nem is lehetett volna
korábban létrehozni. Tehát mindenképpen egy válasz volt a megjelenő kérdésekre, igényekre, és kellett, hogy olyan módon rögzítsük ezeket az iránymutatásokat, ahogyan azt igénylik ebben az új környezetben a gyerekek és a pedagógusok is. Tehát mindenképpen megvolt ez a rend iránti igény ebben az új közegben is. És ebben a két hétben, tehát összegyűltek a tapasztalatok, mindenféle, én folyamatosan jegyzeteltem, amikor kerestek a kollégák, szülők, akkor már láttam, hogy mik azok a területek, amiket szabályoznunk kell. Tehát ahol várják, hogy adjunk iránymutatást. És ezek a jelzések összegyűltek a munkaközösségvezetőknél, osztályfőnököknél, eljutott ugye a vezetőség szintjére is. Tehát mindenképpen fontos volt, hogy a vezetés is támogatólag lépjen fel emelés, és a kibővített vezetőség is maximálisan amellett volt, hogy jöjjön létre ez a dokumentum. A munkafolyamat az úgy alakult, tehát a következő lépésünk az volt, hogy miután már megvolt egy kiindulási pont, és megvoltak a területek, akkor vittük a nevelőtestület elé már egy munkaanyagot, és ebben a munkaanyagban lehetett még kiegészítéseket tenni, pontosítani, hiszen már addigra mindenkinek volt tapasztalata a Teams használatáról. És egy egész nevelésmentes napot, vagy tanítás nélküli napot szántunk rá, ami egyébként is benne volt a munkatervünkben, de akkor azon a napon online értekezlet formájában csak ezt beszélt át a nevelőtestület, és alkottuk meg ezt közösen. És már közben lehet látni, hogy milyen pontokba szedtük ezeket az iránymutatásokat, célkitűzéseket, szükséges eszközöket, és így tovább. Ahol megállnék, és egy picit időznék, az valójában a digitális iskolának a működési rendje, és az iskolai közösségnek a léte, mert hogy ez már az elején nagyon-nagyon látszott, hogy ha nincs egy napi rend, akkor ez nagyon nehezen fog működni. Akkor nem tud ebben a rendszerben jól dolgozni sem a pedagógus, és a diák sem tanulni. Tehát igyekeztünk úgy összehangolni, és egymás mellé rakni itt a szereplőket, ahogy a táblázatban is látszik, hogy kialakuljanak idősávok, tehát mégis adjunk egy csapásirányt, hogy tólig, de ezen belül természetesen mégis megmarad egyfajta szabadság. Tehát ott van a lehetőség a diáknak is, és a tanárnak is, hogy szabadon ossza az idejét, és szabad munkabeosztással dolgozzon, de mégis figyelembe véve és tiszteletben tartva ezeket az idősávokat. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy ezt hogyan tudja a valóságban is megtenni. Tehát, hogy jól mutat így leírva, de vajon ténylegesen tud-e működni ez a hétköznapokban, ezért nekünk kell tenni, a résztvevőknek. Tehát egy nagyon fontos dolog a példamutatás, akár a vezetés részéről, hogy tiszteletben tartja a sávokat, és akkor oda nem szervezünk értekezletet, ahol éppen konzultációs időszak van a diákokkal, és ugyanakkor azt gondolom, hogy a pedagógus is egyfajta példamutatással tudja segíteni a diák tevékenységét, mert hogyha ő is kiteszi a feladatait 8 óráig, úgy, ahogy azt itt rögzítettük, akkor jogosan várható el, hogy a diák is 9 óráig valamilyen fajta reakciót vagy jelzést tegyen. A diákokkal és a szülőkkel ezt a házi rendet egyrészt ugye a honlapunkon is kommunikáltuk, másrészt a szülőknek elküldtük e-mailben, a gyerekekkel pedig online órákon beszélgettük át, tehát végigmentünk a pontokon, és mindannyian elmondhatták a véleményüket, hozzászólhattak, de azt kell mondjam, hogy teljesen pozitív volt a fogadtatás, hiszen azokat gyűjtöttük egybe, azokat a jelzéseket, amik tőlük is érkeztek. És a napirend mellett, hogyha tovább haladok, akkor egy másik fontos és sarkalatos pont volt ez a tanulói napi jelenlét. Tehát, hogy hogyan tudunk meggyőződni róla, hogy a diák ott van, megérkezik a digitális iskolába, valójában jelen van, és hogy ne veszítsük el őket. Tehát ki kellett, hogy alakítsunk egy szokásrendet, és ehhez megint azt gondolom, hogy nem csak az egyik oldal kell, hanem oda kell tegye magát a pedagógus is,
akár a következetességgel, és akár a folyamatos kommunikációval. Tehát elvárjuk, és azt kell mondjam, hogy működik a gyerekek részéről is, hogy hozzá tudnak szokni ahhoz, hogy mi a jelzésnek a módja, hogyan tudom azt jelezni, hogy itt vagyok, megérkeztem, látom a feladatot, és el tudom kezdeni a napi munkát. Tehát fontos volt, hogy ez a fajta Teams-ben való lét és Teams kultúra, ez kialakuljon bennük. Úgyhogy ez mindenképpen egy működőképes szelete, azt gondolom, a házirendünknek, és természetesen még nagyon sok terület került elő, hiszen jöttek az újabb tapasztalatok, ahogy a Teams használatába haladtunk előre, és mindenki egyre többet tapasztalt. Ezeket igyekeztünk pontokba szedve, és olyan módon szabályozni, hogy ez ténylegesen tartható legyen. Mert hogy tudjuk, hogy minden szabály annyit ér, amennyit be tudunk tartani belőle. És akkor a feladatkiadáson keresztül az értékelésen át, egészen a visszajelzésekig, hogyan, mikor, milyen módon jelezzen vissza a pedagógus, és hát persze ez is egy fontos kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha nem érkeznek meg határidőre a beadott munkák, és itt pedig azt emelném ki, hogy mennyire fontos a kommunikáció ezen a téren is, tehát hogy a felek ne menjenek el egymás mellett, különösen nehéz így, hogy nem találkozunk személyesen, és csak ez virtuálisan valósulhat meg, de kell, hogy ezek a kapcsolódások megvalósulhassanak. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez a fajta szabályozás, ami ténylegesen egy szabályrendszer, egy rend, de mégiscsak az segíti, hogy kellő rugalmassággal, mert hogy ez azt gondolom, hogy elengedhetetlen ebben a helyzetben pedig különösen, de mégiscsak segítse a mindennapjainkat, és így tudjon a közösség egy adott irányvonal mentén haladni. Úgyhogy mi ezt az irányvonalat képviseljük, és az is nagyon fontos, hogy ahogyan haladunk előre, akár a tanévben, vagy majd a következő tanév elejétől, mindenképpen újra gondoljuk, és folyamatosan újra kell gondolni ezeket a pontokat, hiszen mindig jönnek új helyzetek, mindig vannak új történések, úgyhogy ehhez kell a kellő rugalmasság és a következetesség. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen, és az a kérdésem lenne, hogy voltak-e olyan diákok, akiknek nem volt megfelelő eszköze esetleg a digitális munkarend elkezdéséhez, és ha igen, akkor hogyan tudtatok nekik segíteni? Igen, ez volt a legelső lépésünk a kezdetén, hogy felmértük ezeket az igényeket, tehát hogy ki milyen eszközzel, internet hozzáféréssel rendelkezik, hiszen tudtuk, hogy szükség lesz rá. És minden lehetőséget megragadva, tehát az iskolai készülékek, iskolai laptopok, tableteket is kölcsönadva, illetve szülői felajánlások is érkeztek, amiket szintén oda tudtunk adni családoknak, gyerekeknek, hogy ténylegesen segítsük ezt a helyzetet, hiszen csak akkor jött a következő lépés, hogy be tud lépni a virtuális iskolába, ha van hozzá megfelelő eszköz. Úgyhogy nálunk ez ilyen módon nagyon-nagyon hamar megoldódott, tehát ez nem volt problémás, úgyhogy így sikerült. Nagyon szépen köszönjük a tapasztalatokat, és valóban egy ilyen házi rend, egy ilyen szabályrendszer sok esetben segít, és nagyon sok iskolában úgy látom, hogy valamilyen módon kialakítottak ilyesmit. Most pedig Püspökladányból Felső Zsolcára látogatunk el, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolába, és ott pedig Nagy György igazgató úr fogja megosztani a tapasztalatait velünk, úgyhogy kérdezem, hogy átadhatom-e a szót. Köszönöm. Tisztelettel köszöntöm az érdeklődőket. Én Nagy György vagyok, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatója.
Iskolánk 8. éve Felső Zsolcán, a Tiszaminneni Református Egyházkerület fenntartásában működik. Jelenlegi létszámunk 350 tanuló körül van, erre 28 pedagógus végzi velük a munkájukat. Második éve vagyok a Microsoft Innovatív Iskola Program résztvevője, és ennek részeként mutatom be a projektünket. Nézzük a projektet. Hát a projekt ötletet az iskolánk fenntartója, illetve aki egyben a Lévai Gimnázium igazgatója is, ő adta, hiszen ők a Lévai Gimnáziumban több éve áll kapcsolatban a Microsofttal. Ő hívta fel a fenntartásukban működő iskola igazgatóknak a figyelmét a Microsoft Innovatív Iskola Programba való bejelentkezésnek a lehetőségére. Mivel korábban már megfogalmazódott bennem és a tantestületünk tagjaiban is egy egységes kommunikáció kialakításáról szóló igény, jelentkeztem a programba, bekerültem, és jelenleg a második évet fejezzük be, hát egy nem igazán rendhagyó módon. Elképzeléseink szerint egy bővülő körben, elsősorban az iskola vezetés körében, illetve a diákok és a pedagógusok, diákok és szülők körébe terveztük a bevezetést. Addig, amíg én lelkesen jártam a képzésekre Budapestre, addig a kollégáim igazán nem értették ennek a lelkesedésnek az okát. Az iskola vezetésben létrehoztam egy kommunikációs csoportot, ami eléggé akadozza működött, hiszen a vezetőtársak rendszeresen elfelejtették megnézni az üzeneteket. Osztálykeretben két osztályban sikerült elindítani egy-egy tantárgyból a Teams alkalmazását, ebből az egyiket saját magam valósítottam meg. György, arra kérünk, hogy oszd meg a PowerPointodat, mert azt nem látjuk. Bocsánatot kérek. Igen. Elnézést kérek. Tehát ott tartottam, hogy igazándiból a megvalósításban összesen két tantárgyba sikerült ez bevezetni a Teams-t, illetve egy-két érdeklődő kolléga jelezte, hogy szívesen bekapcsolódna ebbe a munkába. Ezután jött a Microsoft képzés innovatív iskola program keretén belül a Hackathonnak a megvalósulása. Itt sikerült három újabb lelkes kollégát bekapcsolni a támogatók körében, de ezért még úgy gondolom, hogy elég kevés volt iskola szinten. Ezután következett ez a ominózus esemény, a digitális munkarendnek a bevezetése, ahol röviden én úgy tudnám összefoglalni innen az eseményeket, hogy két év helyett, két hét alatt sikerült azt megvalósítani, amit erre az időszakra terveztünk. Hogyan is történt mindez? Első nap egy értekezleten a digitális oktatás megvalósítására megbeszéltem a kollégákkal, hogy egy Teams alkalmazás keretében fog a digitális munkarend megvalósulni. Létrehoztuk a digitális munkarendet az iskolánkban, ahol meghatároztuk, hogy órarend szerinti oktatás fog folyni az elkövetkező időszakban. Egyedül a készségtárgyaknak a órarendjét vettük ki a gyerekek pihentetése és felszabadítása céljából, ezeknek a feladatait heti rendszerességgel adták a kollégák. Létrehoztunk csoportokat, tanulókat hozzárendeltük a csoportokhoz, tájékoztattuk a szülőket, megtanítottuk a tanulókat a Teams használatára, illetve a feladatok feltöltésére. Közben nagyon fontos volt, hogy a kollégáknak is ismerkednie kellett a magával a felülettel, hiszen eddig csak passzív szemlői voltak ennek az alkalmazásnak. Nagy segítséget jelentett az iskolánkban, hogy egy szülő, aki gyakorlott Teams felhasználó volt, besegített a gyakorlati elsajátításba. Sokat köszönhetünk annak, hogy viszonylag gyors ütemben sikerült ezt elsajátítani a kollégáknak. Rövid idő után nagyon jól működött egy belső tudásmegosztás a kollégák között, hiszen
egymás gyakorlatát vették át, illetve a tapasztalatokat adták át egymásnak. Innentől kezdve a második héten már a csoportok létrehozása után működött a kommunikáció a különböző szinteken, illetve nagyon jó volt erre a lehetőség itt ebben a káoszos időszakban, hogy a tanári csoporton belül alcsoportokat tudtunk létrehozni a Teams alkalmazás segítségével, ahol akár felmérhettük a gyerekeknek, illetve a családoknak a laptop igényét, meg tudtuk beszélni ezen a felületen a tankönyvrendelés problémáját, illetve folyamatos volt a kollégák fele a tájékoztatás. Sikerült a naptár alkalmazást is élővé tenni, innentől kezdve nem ütközött különösebb problémába egy-egy online órának a megtartása. Ahogy látni is itt a szemléltetésen, nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, napi rendszerességgel folytak a gyerekek felé a online órák. Kollégák visszajelzése alapján sokkal jobb módszer volt ez, hiszen így folyamatosan tudták kontrollálni a gyerekeknek a előrehaladását a tananyagban. Megtanulták a tanulóink feltölteni saját könyvtárukban a házi feladatot, illetve a beadandó anyagokat. Ez a rendezettség ugyancsak sokat segített a korábbi szétszórt alkalmazások helyett történő megvalósításban. Nagyon jó volt a Teams alkalmazáson belül a Forms-nak a lehetősége, ezt is kihasználják a kollégák, dolgozatiratás, illetve számonkérés sok-sok formáját találták ki ezen belül. Mi is volt ennek a két hétnek az eredménye? A legnagyobb is számomra talán a legmegnyugtatóbb az volt, hogy azt mondták a kollégák, hogy milyen jó, hogy volt egy kész alkalmazásunk. Ahogy itt az első előadónál hallottuk, igen, nem kellett doménnevet keresni, nem kellett e-mail címeket létrehozni, ezek már nekünk minden egy helyen készen volt. Menet közben rájöttek arra is a kollégák, hogy azért nem is olyan ördöngös és bonyolult a Teams-nek az alkalmazása. Legpozitívabb visszajelzés a szülők részéről az, hogy nagyon díjazták ők is az egységes alkalmazást, amit használunk, hiszen nem kellett többféle alkalmazásban elmélyedjenek, könnyű volt így a feladatoknak a letöltése, illetve visszaszolgáltatása, feltöltése. Nagyon tetszett nekik az online órák tartása is. Több alkalommal jelezték kollégáim, hogy észrevették, hogy a szülők is végighallgatják ezeket az órákat. Felmerül a kérdés természetesen, hogy mindenre hogyan volt vehetőségünk. Hát leginkább azt lehet mondani, hogy a kényszernek a késztetése, hiszen nagy óra kényszer, nem volt igazán, illetve ez nagyon jó késztető erő volt a kollégák fele, hogy elfogadják rögtön az elején a Teams mint alkalmazást, és bele kényszerüljenek a tanulmányozásába. Nagyon nagy lehetőségünk, illetve előnyünk volt, megint csak úgy gondolom, hogy tagjai voltunk a Microsoft Innova iskolai programnak, ezért a feltételeink készen álltak, és nem kellett ezt előről kezdenünk. Nagyon fontos volt az számomra és vezetőtársaim számára is, hogy nem maradtunk egyedül ebbe az időszakba, hiszen itt a külön alcsoportban működött az innovatív iskolaprogram, ahol meg lehetett osztani a problémákat, választ kaptunk a nehézségekre, illetve ötleteket a későbbi alkalmazásokra. Összességében én úgy gondolom, hogy ha ez a Microsoft Innovatív Iskolaprogram nem lett volna, akkor az én történetem el sem kezdődött volna. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Nagyon szépen köszönjük szépen a megosztott tapasztalatokat. Azt szeretném megkérdezni, hogy voltak-e olyan diákok, akik nem csatlakoztak, vagy lemorzsolódtak, eltünedeztek, vagy pedig valamilyen nehézség miatt nem tudták ezeket a feladatokat megfelelően teljesíteni. Velük mit tudott kezdeni az iskola, a tantestület, a kollégák?
Hát technikai nehézségek a kezdetben voltak, ezeket igyekeztünk iskolai laptopokkal, táblagépekkel kiküszöbölni, tehát ahol visszajelzést kaptunk, ott ezeket pótoltuk. Igen, sajnos akad egy-két olyan gyermek az iskolánkban, aki úgy gondolta, hogy ez az időszak, ez lehet, hogy egy iskola kerülési program inkább, és nem nagyon volt jelen a digitális órákon, illetve nem küldi vissza a feladatokat. Ott a szülők felé visszajelzés, az iskola először az osztályfőnök jelezte a szülőnek, utána iskola szinten jeleztük a szülőnek. Hál' Istennek nagyobb problémát nem okozott, mert ha késve is, de bekapcsolódott az oktatásba, így úgy gondolom, hogy sikeresen működik az iskolánkban ez a digitális oktatás. Köszönöm szépen, és komolyan, de mégis játékosan folytatjuk az előadásokat, és Budapesten folytatjuk. A Budapest 6. kerület Bajza utcai általános iskola bemutatója következik, és Bódi Csilla igazgató fog játékosítással kapcsolatos tapasztalatokról is beszámolni. Nagyon izgalmasnak tűnik. Úgyhogy, kedves Csilla, át is adom a szót. Köszönöm szépen. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Most az előttem lévő előadók ugye végig bemutatták, hogy a karanténhelyzet mit hozott. Hát nálunk is egy ilyen smiről lesz szó, csak én azt a részét, amit itt előttem már elmondtak, azt most nem mesélem el, hanem egy érdekes dolog történt, mi Budapesten a 6. kerületben lévő többségi általános iskola vagyunk, és egy matematika tagozatos osztályban tanítok én magam is, és úgy gondoltuk, hogy a gyerekeknek a motiválására, a lelkesítésére, és arra, hogy egyáltalán a gyerekeket megpróbáljuk majd ebben az online térben megtartani, valamit ki kellene találnunk. És hát, mint a címben itt látható, egy kérdőjelet tettem a gamifikáció szó után, mert hát nem is tudom, miért nem így indult ez, hogy mi most itt gamifikációt fogunk csinálni, de talán, ha a bemutató prezentáció végére érek, akkor is belátjátok, hogy igen, ez valahogy így sikeredett, persze azért már közben tudatosodott bennünk ez a gondolat. Igazából a mi tanítványaink nagyon motiváltak, de mégis úgy gondoltuk, hogy három olyan területe van a gamifikációnak az oktatásban, amit mi megpróbáltunk kiemelni és erre fókuszálni, hogy a tanulóink aktívak legyenek, hogy valamilyen pozitív visszajelzést próbáljunk számukra végig biztosítani, hiszen itt 8 éves gyerekekről van szó, és a belső motivációjukat azért egy kis külső motivációval is megpróbáljuk megerősíteni. Az én magyaros kolléganőm, akivel együtt tanítok, ő nagyon nagy hangsúlyt fektet az olvasóval nevelésre, és már második osztályban közös olvasásba kezdtek a gyerekekkel. Ez Nyulász Péteréknek a könyve volt, és ebben a könyvben a gyerekeknek különböző aranycsontokat kell a könyv területén vadászni. És pont a könyv befejezése az a karantén elkezdésére esett, és amikor azon gondolkodtunk a kollégáinkkal, hogy mit is csináljunk, akkor az ő ötlete volt, ha mi lenne, a gyerekek csontot gyűjtenének. Mind a másik kolléganőmet, tehát hárman tanítunk ebben az osztályban, matematika tagozatosak, motiváltak, érdeklődőek, de azt gondoltuk, hogy na, ez egy nagyon érdekes dolog lenne, akkor gyűjtsenek csontokat a gyerekek, legyen ez a jutalom. Úgy működött a csont gyűjtése, mint ahogy a piros pontok. Tehát a gyerekek maguknak jelölték a füzetükbe, a munkafüzetükbe, vagy valamilyen kis füzetben, hiszen elég sok olyan feladatot adtunk nekik az elmúlt 3 hónapban, vagy 2,5 hónapban, ami ugye valamilyen PPT-nek a megoldása volt, ott kellett valamit kutakodniuk, annak a végéként volt valami eredmény, és ezért kért a Teams-ben jelölve különböző mennyiségű csontot lehetett gyűjteni. Az egyik fontos dolog volt, hogy ha összegyűlik, és mennyi csontnak kell összegyűlni, és ezzel mit tegyünk, és akkor abban egyeztünk meg, hogy nézzük az első etapot, ha összegyűlik 100 csont, akkor jár érte egy jutalom minden gyereknek.
Mégpedig ugye a könyvet alapul véve a nyomozó tanoncból nyomozó inassá léptettük elő azokat a gyerekeket, akiknek a száz csont összegyűl. És ezt a kis oklevelet, ennek egy részét látjátok most, kapta meg az a gyerek, aki ezt elérte. Hát kell mondjam, hogy nagyon aktívak voltak végig, aztán, hogy most itt a szülők is aktívak voltak-e, vagy csak a gyerekek, ez is egy kérdésként felvetődik, mert úgy éreztük, hogy a szülők is nagyon sokat segítettek nekünk persze a tanításban, de elég hamar összegyűltek, és végül is minden tanulónak sikerült összegyűjtenie ezt a 100 pontot, és végül is már nyomozó inasként folytatták a munkát, úgyhogy most az év végére elhatároztuk, hogy a következő lezárásaképpen a gyerekeink már nem csak egy oklevelet fognak kapni, amelyben a gyerekeket tiszteletbeli nyomozóvá avatjuk, hanem megkapja minden gyerek évvégén egy pólót is, ami rajta lesz ennek a nyomozó kutyának a képe. Talán amit ki kellene emelnem még, hogy mennyire volt ez a gyerekek számára motiváló, hogy végtelenül sok feladatot oldottak meg. Minden olyan feladat, amit szorgalmiként föltettünk, vagy csak hogy nézegessétek, a gyerekek számára iszonyúan izgalmassá tette az, hogy ők ezekért pontokat gyűjthetnek, hát a csontot és ezek a csontoknak a gyűjtése számukra is nagyon-nagyon vonzó volt, úgyhogy mindenki teljes lelkesedéssel végezte a feladatát. És akkor igazából arra jöttünk rá, hogy itt most szinteket léptek, eljutottunk valahová, évvégén ezt az egészet le fogjuk zárni, de természetesen nem szeretnénk abba hagyni, mert nagyon nem lenne jó dolog, hogyha a tanulóink esetleg ezt így elfelejtenék. Nagyon ügyesek lettek a Teams használatában. A szülők maguk is meglepve tapasztalták, hogy amíg még az elején a gyerekeknek sokat kellett segíteni, hogy hova kattintsanak, hogyan tudnak egy-egy feladatot megnézni, addig kiderült, hogy most már az utolsó időkre a gyerekek saját maguk önállóan tudtak dolgozni. Soha nem kellett nekünk azzal foglalkozni, hogy valóban hány csontot gyűjtöttek a gyerekek, mert ők saját maguk is mindig becsülettel dolgoztak az iskolai időszakban is, saját maguk számolták ott is a különböző jutalmakat. Tehát ebből jött az a dolog, hogy próbáljuk a jövő évben már valódibb gamifikációt alkalmazni, tehát már nagyon tudatosan felépíteni, a Teams-et tovább használva, és a gyerekeknek az elolvasott könyv a következő fél évben ez lesz, aranyvirgácsokat gyűjtve a feladatokat már pluszban adjuk a mindennapi munka mellett, és ezt a plusz munkát kell majd a gyerekeknek jutalomként ugye az aranyvirgácsokkal jutalmaznunk, és a különböző szinteket majd még dolgozzuk ki, hogy hogyan és miként lehetne. És ide írtam még egy jövőbeni tervet, ugyanis nem új keletű volt igazából ez a dolog a mi iskolánkban, mert pár évvel ezelőtt egy fiatal kollégám Valdanor néven a gamifikációnak a szerepjátékos formáját alkalmazva, akkor ő még nem számítógépen, de egy térképpel, szerepekkel, szereplőkkel, közös munkával egy első osztályban elkezdte, és 4 éven keresztül vitte végig ezt a szerepjátékot, amiben elsődlegesen a magatartási és nevelési dolgokat próbálta kezelni, ott nem az oktatás része volt az ő elsődleges. Ja. És akkor igazából végül egy nagyon érdekes dolgot még, hogy úgy mindig megijedtünk, hogy nem, hát valószínűleg mi sokára fogjuk bevezetni majd ezt a gamifikációt, mert ez nagyon bonyolult, sok mindent kell hozzá, talán még pénzben is sokba kerülhet, de igazából számunkra bebizonyosodott, hogy apró ötletekkel, közös munkával, mert valójában igazából ennek a nagyobb része a belefektetett munkánk volt, az elkészített feladatok, amiket a gyerekeknek mi megpróbáltunk felkínálni, adta a nagyobb részét, hiszen pénzben ez a póló az, ami pénzbe került, és hát esetlegesen mindenképpen nyomdai szintű
okleveleket szeretnénk a gyerekekhez eljuttatni, és ennek a kinyomtatása lesz még egy kis összeg. Úgyhogy mondjuk a 28 gyerekre, aki most itt a mi osztályunkat alkotja, körülbelül 55-60 ezer forintból ez megoldható, amit persze vállalhat egy iskola is. A mi esetünkben a szülők végtelen lelkesek voltak, nagyon büszkék a saját gyerekeikre, és ők vállalták ezeket a költségeket. Úgyhogy röviden ennyit a mi kis gamifikációnkról. Ha ez annak nevezhető, döntsétek el. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Az a kérdésem, hogy ez a jó gyakorlat hogyan tud majd átmenni a jövő tanévre, tehát hogy látod, hogy hogyan tud ez egy bevett gyakorlattá válni az iskolátokban? Ugye mi mindenképpen szeretnénk folytatni a saját osztályunkban. A kolléganőmmel már, mondom, elkezdtük tervezni a következő évet is, és hát elég gyakori a belső tudás megosztás, hogy a terveink között szerepel mindenképpen, hogy alsó tagozaton is, de az érdeklődő felsős kollégáknak is megmutatva, hogy mit is jelent ez a gamifikáció, mindenképpen belső továbbképzésen ezt továbbadnánk. Köszönöm szépen a választ. Itt mondom egyúttal, hogy a kedves résztvevők kérdezzenek bátran a chatben, és akkor a kérdéseket tolmácsolom az előadók felé, vagy pedig az előadók maguk válaszolnak rá a chatben szöveges formában, és még mindig Budapesten maradva egy egész más típusú intézményben látogatunk el, ez pedig az Európa 2000 középiskola, ahonnan két előadónk is lesz, de nem lövöm le még a poént. Elsőként Papp András igazgató urat kérem, hogy mesélje el, hogy náluk hogyan zajlott a digitális munkarend, és hogyan dolgoztak. Szép jó napot kívánok mindenkinek. Látszódik ugye minden? Köszönöm szépen. Papp András vagyok, az Európa 2000 középiskola igazgatója, és szeretném önökkel megosztani a digitális oktatással kapcsolatos bevezetés és tapasztalatainkat. Iskolánk 28 éve működik Budapest Zugló szívében, 4-6-8 év folyamos magángimnázium vagyunk, és kb. 410 diák és 45 pedagógus, aki nálunk dolgozik. Ha egy dolgot ki szeretnék emelni, akkor azt emelném ki, hogy egy kiemelkedő tanár-diák viszony van az iskolánkban. A digitális oktatást mi már 2 éve elkezdtük, én úgy gondolom, hogy már elég régóta innovatív iskola vagyunk, és mindig nyitottak voltunk az új dolgokra. Nálunk a diákok saját laptopot hoznak, itt pont mellettem látszódik, hogy ez az általunk javasolt, kifejezetten oktatási célra létrejött tervezett laptop, amit a diákok nagyon is szeretne. A 2 gigabites hálózatunk van, ami 7-800 eszközt el tud látni, illetve online tankönyveket használnak diákjaink, ezen kívül 3D nyomtató média stúdióval is rendelkezünk, illetve folyamatos fejlesztéssel a 2-es-3-as padokat lecseréljük 1-es padokra, hogy a tér átrendezésével is könnyebb csoportmunkát, illetve egyéni munkákat tudjanak a diákok tenni. Csak egy pár szakkör, ami már jelen pillanatban működik. Kiemelném itt a Minecraft szakkört, amit diákok tartanak diákoknak, ami szerintem egy nagyon jó. Itt pedig ugye az ünnepélyes laptop átadó, ez az idei évi volt. Hogy mi hogy vezettük be a digitális oktatást iskolánkban? Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb, hogy a vezető részéről egy elköteleződés legyen, hogy ő ezt be szeretné vezetni, illetve hogy vezető is legyen, ne csak egy igazgató, hanem járjon jó példával elő, és húzza magával a tanárikat. Én úgy gondolom, hogy saját tapasztalat, hogy folyamatosan tovább kell képezni magamat, ez egyrészt, hogy különböző konferenciák, workshopokra eljárni, illetve a
legújabb trendeket megnézni, illetve jó beszélgetni a multi cégek, ugye itt a különböző cégekkel, hogy ők mit látják, merre felé fog menni, mert ugye nekem nem csak az érettségére való felkészítés a fontos, hanem a diákoknak az életre való felkészítése is. Következő lépésként a technikai felkészítés, ha nincs wifi, nem tudunk egyszerűen dolgozni, mert szükség van erre, hogy bármit el tudjunk érni az interneten, ugyanúgy a Teams-en a felhőbe van, akkor erre szükség van. A keretrendszer kiválasztása a következő lépés. Én úgy gondolom, hogy most nagyon sok iskolában, ahol nem választotta ki egy darab keretrendszer, ott a diákok, illetve a szülők is ugye kapkodják a fejüket, hogy e-mailbe kell visszaküldeni, itt kell visszaküldeni, oda kell visszaküldeni. Nálunk ez a Teams volt, és ez elég hamar egyértelművé tettem ezt, hogy ebben kell használni. Természetesen mi is használunk különböző speciális appokat, de a feladatok kiosztása, a feladatok visszaszedése, a csoportmunka, ezek mind itt történnek. Én felállítottam egy digitális csapatot, akik segítették a kollégáknak a munkáját, ők elérhetőek voltak, és támogatták őket, ezáltal rendszergazdából, illetve azokból a Jedi tanárokból, akik már előrejébb jártak, illetve nagyon szívesen bevezették ezt az oktatást. Fontos még megjegyezni, hogy itt a digitális oktatásról a pedagógus szerepköre is megváltozik, mert most már ugye nem csak az történik, hogy PPT-ből mondjuk van notebookba teszem az anyagot, és ugyanúgy le fogom adni, hanem itt a diákoknak az egyéni munka, felelősségre, felelősségvállalás, csoportmunkára, és itt a tanár szerepe megváltozik, hogy egy karmesteri, mentori szerepet tölt be. Ezt azért nekünk nehéz, és még mindig tanulnunk is kell. Fontos még a diákok felkészítése. Itt arra gondolok, hogy azért a számítógépet ők már jól tudják kezelni, de valahogy mindig, hogyha valami feladat, beadás van, akkor azt elfelejtik megnyomni azt a kis gombot, meg kellett nekik tanítani ezt. Tanárok felkészítése. Ezt úgy gondolom, hogy minden új dolog, bármi történik, mindig lesznek ellenállók, akik megmagyarázzák, hogy miért nem lehet bevezetni, és miért jobb a hagyományos papíros oktatás. Hát én azt tudom mondani, hogy egy-két év, mire meg tudjuk őket győzni, és nagyon pozitív a tapasztalatom azzal, hogy vannak olyan kollégák, akik elején még ellene voltak, utána pedig most már ők osztanak meg, illetve olyan tartalmakat gyártanak, hogy igen, nagyon jó tartalmakat gyártanak. Jó, szóval utána lesznek támogatók, ők azok, akikre lehet építeni, akik nagyon szívesen nyitottak és bevezetik ezeket. Én nagyon fontosnak tartom a képzést, és tapasztalat az, hogy tréninget kell nekik tartani, ahol folyamatosan bemutatjuk lépésről lépésre a különböző eszközöket, vagy ugye magát a Teams-et hogyan kell használni. Amit még fontosnak tartok, hogy személyes konzultációk, amikor ugye akár a digitális csapat, vagy akár én, odaülök egy kollégától, kolléga mellé, és egy-egy programot megbeszélünk, vagy egy-egy problémát. A kollégáknál elindult nálunk a tudásmegosztás, illetve ami fontos vezetőként, hogy ugye motiváljuk a diákokat. A Teams használata nálunk ez így néz ki, a tények beszélnek, ugye nagyon szépen látszódik, hogy mi már február, ugye szeptembertől bevezettük, akkor még kevesebb kolléga használta, március 16-tól pedig robbant az internet. Én két adatot emelnék ki, hogy 7812 értekezletet szerveztek a kollégáim, ezok azok a tanórák, amit így egész évben leadtunk, vagy nem, elnézést, ez csak 90 napra visszamenőleg, illetve 642 aktív csatorna van, ugye ez az osztályterem. Milyen volt a digitális otthon tanulás? Nálunk minden tanóra meg volt tartva, és amikor átálltunk, akkor én azt mondtam, hogy órarendszerint menjünk tovább, videócset formájában elérhetők voltak a kollégák. Nem hagytuk magukra a diákokat, megmaradt a rendszer, hogy reggel 8-kor kezdődik az iskola. Igaz, hogy nagyon sok diák nagyon örült, hogy nem kell korán kelnie, illetve nem kell utaznia, és hát egész nap pizsamába el lehetett ott a szobába, és közben mégis tanult. Nem terheltük túl a szülőket, meg tudtuk oldani, hogy a diákok önmagukban egyedül csoportosan tudjanak dolgozni. Nem volt arra szükség, hogy a diákok mellett ugye napi X órát ott üljenek a szülők. Most olyan pillanatban a tananyagban nincsen maradásunk, szóval tudtunk annyira haladni, és ami nagyon fontos, hogy egy zárt és egy biztonságos rendszerben dolgoztak. Ugye ez azt jelentette, hogy a diákoknak nem kellett innen kitekinteni. Egy pár munkát szeretnék megmutatni, hogy mik készültek itt a digitális otthon
oktatásban, ugye nekem, ami legjobban tetszik, ez a Szépművészeti Múzeumnak ez a pályázata, hogy a diákjaink már híres festményeket próbáltak meg otthoni körülmények között visszaadni. Itt megint csak látszódik, hogy itt a matematika, itt egy csoportmunka, amit a diákok távolról töltöttek ki. Lehetőség van arra, hogy fölvegyük a órákat, amit azok a diákok, akik esetleg nem voltak ott, vissza tudnak nézni, illetve azzal a laptoppal, amit mi javasoltunk, azzal lehetőség van arra is, hogy kézzel írjanak a diákok, ugye itt látszik, hogy vissza és küldi. Nyelvoktatásban is pezsegtek a kollégák, itt a spanyolos, angolos kollégáknak a munkái látható, illetve volt még nekünk ugye spanyol filmklubunk is, igaz, hogy otthonról, de ezt is megoldottuk. Itt egy komplex projektmunka, ezt pontosan én csináltam, ahol a földrajzból a diákoknak egy Pedro nevezetű menekültnek kellett ugye Dél-Amerikából eljutni a USA-ba. Itt megvolt a feladat, illetve ők ugye PPT-ben előadták, és utána én megkérdeztem, hogy mi tetszett és miért volt jó. Ugye itt látszódik, hogy nagyon pozitívan vették. Én úgy gondolom, hogy sokat beszéltünk arról, hogy az iskola, a tanárok és hogyan vettek részt ebbe a programba, de a sor végén vagy az elején ott vannak a diákok. Ez egy nagyon friss, ez tegnap vagy most ma reggel szedtem le, hogy hogyan gondolkoznak, és megmondom őszintén, hogy nekem nagy boldogságot jelent, hogy a diákok ugye, hogy érezték magukat, hogy a személyes találkozások hiányozta, de személyes találkozások hiányoztak, illetve ugye, hogy nagyon örültek, hogy a tanárok ott voltak, ezek voltak ugye az elsők, hogy a tanáraikra számíthattak, illetve ugye akár személyesen is tudtak kommunikálni vele. Én itt szeretném megköszönni egyrészt a Microsoftnak, hogy részt vettem ebbe a programba, illetve iskolánk is. Nagyon sokat tanultunk, szerintem nagyon sokat léptünk előre, illetve szeretném megköszönni kollégáimnak, mert nélkülük nem tudtam volna ezt végrehozni, és a diákoknak, és a szülőknek is. Köszönjük szépen András előadását, és egy kérdést szeretnék kihangosítani. Milyen arányban vettek részt a diákok ezeken az online órákon? Kötelező volt a részvétel? Néztétek-e a részvételt ezeken az alkalmakon? Igen, két dolgot kell itt külön tenni. Egyrészt, hogy az a fajta kontroll, ami az osztályteremben megvan, hogy rá tudok nézni a diákra, csak egy szemmozgásból, ha bármi ott mit csinál, akkor lehetséges ugye, így fegyelmezni, vagy pedig szólni neki. Ez nincs meg. Ugye kikerült a kollégáknak a kezéből az a idézőjebben kormányzási lehetőség, hogy a diákokat teljes egészében, és hogy visszatérjek a válaszra, igen, nálunk szerintem különbözően 90% a diákoknak ott volt, és a felmérésben ezt is megkérdeztem, és nagy részük, és saját tapasztalat is, hogy a diákok ott voltak, és nálunk ez nagyon jól működött, hogy még olyan aranyosak voltak a diákok, hogy jelezték előre, hogyha valamiért nem tudnak becsatlakozni, és ugye ott az osztályfőnök kiírták, hogy aznap kit nem tud belépni. Köszönjük szépen, és ha már a diákokat említette igazgató úr, akkor egy érdekes előadóval folytatjuk, ugyanis az Európa 2000 középiskola diákja Kovács Botont következik, és szeretném neki átadni a szót, hogy meséljen az ő tapasztalatairól. Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Kovács Botond vagyok, az Európa 2000 középiskola egyik végzős osztályának a diákja, és mint ilyen diák szerencsére már sikeres érettségi vagyok túl. Én most nagyon röviden azt fogom elmondani, hogy ez az egész digitális oktatás hogyan segített nekem az érettségi eredményemnek az elérésében. Mint ahogy már az igazgató úr is mondta, iskolánk már régebb óta ugye a Microsofttal közösen ennek az innovatív iskolának a tagja, így lépésről lépésre vezettük be a Microsoft 365-öt a iskolánkban,
aminek ugye az egyik legnagyobb előnye a Teams-en keresztül minden egy helyen található. Na de akkor most egy kis személyesebb élményt szeretnék elmondani. Először is a pozitívumok közé tartozik az, hogy nyilvánvalóan többet lehet aludni. Hiszen nem kell beutazni, én például nagyon messziről járok be az iskolába, így egy órával később tudtam kelni, és sokkal kipihentebben tudtam fókuszálni az órákra. Ennek következtében ugyanannyi idő alatt sokkal több anyagot tudtam megtanulni, mint hogyha rendesen be kellett volna menni, hazajönni, utazni, stb. Szerintem ezzel nem vagyok egyedül. További pozitívum, hogy ha esetleg valakivel megtörténne az, ami velem megtörtént, és a digitális oktatás kellős közepén nyugdíjazná magát a 11 éves laptopja, akkor sem akad meg a rendszer, hiszen több eszközön is elérhető, így az órákra ugyanúgy telefonról, számítógépről, vagy bármi másról be tudtam csatlakozni, egészen addig, amíg meg nem jött az új laptop. Maga a rendszernek a sikerességét az is mutatja, vagyis a profi kivitelezését, hogy szerencsére az órarendet be tudtuk tartani, tehát nem kellett rajta változtatni, így nem is maradtunk le, mind a tanárok, mind a diákok szerintem nagyon élvezték ezt az egészet. A feladatokat előre tudtuk, például történelemből meg volt adva egy hónappal előre minden hétre, hogy mit kell megcsinálni, és ezeket hetente ellenőriztük, így sokkal jobban meg tudtam szervezni az itthon létet, hiszen mindenről pontosan tudtam, hogy mettől meddig kell megcsinálni, mikor kezdődik, mikor ellenőrizzük, így az eredmények is jobbak lettek. És ha már erre a részre érkeztünk, akkor azt is elmondom, hogy amit én még nyelvi előkészítős pályafutásom óta nem láttam az osztályon belül ilyen szinten, az az összedolgozás és csak csapatmunka. Ugyanis eddig nem fordult velem elő az, mint most, hogy iskola után összeülünk hárman, négyen egy Teams beszélgetésen belül, és akár három vagy négy órán keresztül történelmezünk, magyarozunk megállás nélkül, ami természetesen nagyban hozzájárul az érettségi eredményhez is, és az életre is fölkészít, hiszen a mostani vállalatoknál, ugye már sok helyen használják a Microsoft Teams-t is, nagyon fontos a csapatmunka. Így összességében ez nagyon pozitív volt, nem túlzok szerintem, ha azt mondom, hogy a érettségi eredményemnek a jó 35-40%-át így a utolsó két és fél hónapban sikerült ezzel az oktatási móddal összeszednem. Szóval én ezt rendkívül élveztem, és a végére még egy kis érdekesség így a családi körömből. Az anyukám még munkahelye is Teams-et használ, és a testvérem is, aki 8-os és most felvételizett, ők is Microsoft Teams-t használtak, azzal a különbséggel, hogy amikor ez az egész digitális oktatás elkezdődött, ők még az Ekrétát használták, ám hamar rájöttek, hogy ugyanaz a probléma, mint ami már a első prezentációknál is itt elhangzott, hogy nagyon sok helyről kapják a feladatot, hol küldjék vissza, ki küldi vissza, nem volt egyértelmű. Ezért az én javaslatomra és a anyukám javaslatára, továbbá utána ezáltal a többi szülő nyomására is úgymond, az iskola szerencsére elküldte az informatika tanárját meg a rendszergazdáját egy vagy két napos gyors talpalóra, és ők is a Microsoft Teams-re váltottak. Az elején, meg most is néha ott vagyok az órákon, amikor nekem éppen nincs dolgom, és segítek nekik. Most már ők is nagyon jól belejöttek, így két hónap alatt, annyi különbséggel, hogy nekik egy nap két-három órájuk van, de így is nagyon jól tudnak haladni. Hát ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és visszaadom a szót a stúdiónak. Köszönjük szépen. Lenne is mindjárt egy kérdésem Botonthoz. Az a kérdésem, hogy a tanárok ebben a digitális időszakban másképp értékeltek-e, mint az előtt? Miben volt ez más, hogyha más volt? Szerintem, hát ha más volt, akkor egy nagyon picit volt más. Igazából ezzel a digitális renddel minden megváltozott, tehát a diákok teljesítő képessége is, most a saját tapasztalatomból kiindulva természetesen jobb lett. Igazából aki jelen volt az órákon, és látszott, hogy dolgozik, azzal annak ugyanolyan jó eredményei lettek, mint hogyha egyébként rendesen ott lenne órán. Aki,
aki, mert volt egy-két ember, aki nem volt ott minden órán, néha nem lehetett tudni, hogy hol van. Sajnos, így a végzős tagozatból picit szabadabban élnek. Nekik ez az eredményeiken jobban meglátszott, hiszen bizonyos adatokat nem kaptak meg, ami az órán elhangzott esetleg. Tehát szerintem abból a szempontból nem változott, ha csak abból, hogy eddig is nagyon segítőkészek voltak a tanárok, de most még segítőkészebbek voltak, mindig lehetett rájuk számítani. Köszönöm szépen, és akkor most virtuálisan a Dunán hajózunk tovább, és meg sem állunk Mohácsig, mert a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatóját szólítom, Tótné Sibelhut Líviát, hogy meséljen a tapasztalatairól. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az online konferencia résztvevőit innen a Mohácsi Dunaparton lévő iskolánkból, és már is szeretnék belevágni a bemutatómnak a bemutatásába. A Meixner Ildikó Egymi Mohácsi intézményéről azt kell tudni, hogy mi sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelését, szakmai képzését végző gyógypedagógiai intézmény vagyunk, és ebben az évben csatlakoztunk a Microsoft Innovatív Iskolák programba. A mi szuper csapatunk a Planner nevű alkalmazással készült a hackathonra. Kedves Lívia, azt szeretnénk kérni, hogy oszd meg a prezentációdat, mert azt nem látjuk. Igen, egy pillanat. Köszi. Így most látható? Halló? Igen, most tökéletes. Köszönöm szépen. Tehát a mi szuper csapatunk a Planner nevű alkalmazással készült a hackathonra, amiben a hatékony projekttervezést lehet megvalósítani. Mi ebben a tanévben az intézmény 60 éves jubileumára készültünk, és a Plannerben terveztük meg a jubileumi programjainkat. Az volt az elképzelésünk, hogy a továbbiakban, a későbbiekben ezzel az alkalmazással a projektjeinket, a tantárgyi projektjeinket is meg fogjuk tudni majd tervezni. Aztán, hát mint mindenhova, Mohácsra is elérkezett és betört a járvány, és mint tudjuk, minden terv annyit ér, amennyi megvalósul belőle. Sajnos a mi jubileumi programjaink nem tudtak megvalósulni, ezért a projekttervünket is tulajdonképpen elvitte a járvány. Újra kellett mindent gondolnunk, és azt gondolom, hogy amit március 16-án, amikor az egész ország átállt a tantermen kívüli digitális munkarendre, mi biztosan tudtunk, és ami egy biztos kiinduló pont volt, az volt, hogy a gyógypedagógiai tevékenység alapja a hatékony csapatmunka. Már korábban is foglalkoztunk, illetve használtuk a Teams-et, és azt gondolom, hogy ebben az időszakban a mi intézményünkben is az együttműködés és a jól kialakított online platformoknak a szerepe felértékelődött. A kommunikáció és a közös munka áttevődött nálunk is az online térbe. A pedagógiai együttműködéseinket én most két szintéren szeretném bemutatni. Egyrészt az intézmény belüli szakmai munkacsoportokban folyó munkáról beszélnék, másrészt pedig az intézmények között is, a tankerület többi intézményével is mi folytatunk is közös tevékenységet, ezekről szeretnék most beszélni. A mi online tanárink, az a Jammer lett, ezt korábban is használtuk, mert arra úgy tapasztaltuk, hogy nagyon alkalmas a nyílt és a dinamikus kommunikációra,
a szervezet egészében, mi a Jammerbe kialakítottuk az intézmény szervezeti felépítésének megfelelően a munkacsoportokat, a munkaközösségeket tulajdonképpen, és itt történik az információk megosztása, a hírek, a feladatok, teendők megadása, vezetői tájékoztatót ezen a felületen adunk a kollégák számára. Hát egyetlen egy programot még nem találtunk, vagy alkalmazást meg ebbe a Jammerbe, az pedig a közös kávézás, ami ha esetleg valakinek erre egy jó ötlete van, akkor én azt kérem, hogy írja be a chat falra. Az intézmény vezetésünk 7 főből áll, mert egy több célú intézmény vagyunk, több feladatellátási helyen. Ezért számunkra nagyon fontos, hogy meg tudjuk valósítani, ugye a home office-ba is meg tudtuk valósítani a vezetői találkozásokat és együttműködéseket. Mi a Teams-t használtuk erre, a vezetői értekezletekre, a megbeszélésekre, illetve itt történt a közös dokumentumok szerkesztése, a beszámolók, intézményi alapdokumentumok készítése, ugye mi is most nagyban benne vagyunk a kerettanterv, helyi tanterv írásában. Ezek a dokumentumok ugye mindenki számára elérhetőek a Teams keretében, illetve nevelőtestületi és vezetői értekezleteket is tudtunk tartani. És amit talán így nem is gondoltuk át az elején, kiválóan alkalmas vezetői ellenőrzésekre is, hiszen rálátunk az intézményben működő valamennyi szakmai munkacsoportra, amire majd később ki is fogok térni. A kollégáink is ezen a felületen dolgoznak együtt. Mi a tantermen kívüli digitális oktatásban, amikor március 16-án újra kellett szerveznünk az életünket, akkor egészen biztosan tudtuk, hogy ami tanulásban is értelmileg akadályozott gyerekeink számára, továbbra is az ő egyéni képességeikhez igazodó adaptív oktatást kell megvalósítanunk. Ezért mi egyéni tanulói csomagokat állítottunk össze a gyerekek számára, és személyre szóló mentori támogató rendszert hoztunk létre, és hát a mi gyerekeink közül bizony sokan nem rendelkeztek megfelelő technikai háttérrel, vagy nem voltak meg azok az eszközök, vagy az eszközhöz szükséges tudás, ezért mi papíralapon is, és digitális formában is eljuttattuk a tananyagokat. A tananyagok összeállítását, mint említettem, nálunk nagyon fontos volt, hogy team munkában történjen. Erre is kiválóan alkalmas volt a Teams, hiszen itt a kollégák, az adott csoportokban dolgozó pedagógusok, az osztályfőnök irányításával közösen tudták összeállítani minden egyes tanulónak külön-külön a heti feladatát. Itt ők szakmai megbeszéléseket, egyeztetéseket folytathattak, elérhetőek voltak mindenki számára a kiadott tananyagok, és itt munkaközösségi foglalkozásokat, megbeszéléseket és műhelyi munkát is tudtunk tartani, illetve tudtak tartani a kollégák. És hát mindezt nyilván az intézményvezetés teljes körben rá is tudott tekinteni az itt folyó munkára. És mint említettem, mi gyógypedagógiai módszertani intézményként utazó gyógypedagógiai feladatokat is ellátunk, ezért nagyon sok és széles körű a kapcsolatunk a többségi általános iskolákkal, középiskolákkal. Ebben a tanévben pedig egy EFOP pályázat keretében differenciált feladatbank fejlesztését is végezzük, és hát a pályázat tevékenységei sem álltak meg az elmúlt 3 hónapban, ugyanúgy folytatódtak. A differenciált feladatbanknál 3 szintre kidolgozott feladatbankrendszert, feladatlaprendszert dolgoztunk ki. A tipikusan fejlődő, a sajátos nevelési igényű, de tanulási nehézségekkel küzdő, illetve a tanulásban akadályozott gyerekek eltűrő tantervének szintjére, és ez a munka a többségi általános iskolába tanító kollégákkal közösen zajlott. 8 szakmai csoportot hoztunk létre, amiből 3-3 fős csoportban dolgoztak a kollégák, tehát összesen 24 kolléga dolgozott együtt, egy általános iskolai tanító vagy tanár, egy gyógypedagógus, illetve egy utazó gyógypedagógus, és hát a mi intézményünknek az volt az érdekessége, hogy
Erre mi nem a saját intézményi Teams-ünket használtuk, hanem a Klebensberg Központ Microsoft vállalati rendszerében dolgoztunk közösen a kollégákkal. Tehát egy kicsit azt is mondhatnám, hogy Teams-et használtunk a négyzetem, mert hogy ugye a Mohácsi Tankerületi Központ számára is elérhető, az iskolái számára is a Teams, és így az a 7 általános iskolából 12 pedagógus, illetve a mi intézményünkből 12 pedagógus ebben a keretrendszerben dolgozott. És hát itt ugye ebben a Teams alkalmazásban is ugye szakmai megbeszélések, egyeztetések tudtak folyni, online műhelymunkát tudtunk tartani, itt történik a feladatok kidolgozása, itt dolgoznak közösen a kollégák ezeken a feladatokon, és így tudtuk megvalósítani, illetve folytatni zökkenőmentesen az elmúlt hetekben is a pályázat megvalósítását. És hát én azt gondolom, hogy bár első évbe kapcsolódtunk, ebbe az első évbe kapcsolódtunk be a Microsoft innovatív intézmények körébe, de nagyon örülnénk, ha ezt a munkát tudnánk folytatni, mert rengeteget tanultunk, rengeteget fejlődtünk ezen a területen, és itt szeretném megköszönni a Meixner Ildikó egymi és a csapat nevében ezt a lehetőséget a Microsoftnak. Köszönöm. Köszönjük szépen a beszámolót. Azt kell, hogy mondjam, hogy álomszerű az, ahogyan a kollégák nálatok együttműködnek. Azt hiszem, minden intézményvezető kb. Ilyenre vágyik, ahogyan így elmondtad. És lenne is egy kérdés, ami itt a chatben érkezett. Hogyan vontátok be a szülőket, hogy segítsék a digitális eszközök használatában a diákokat? Vannak olyan gyerekek, ahol valóban ott van az a szülői háttér, amire tudtunk támaszkodni a tantermen kívüli digitális oktatásban. Azt is meg kell, hogy mondjam, hogy a mentori rendszer az arra is kiterjedt nálunk, hogyha a szülőnek volt szüksége segítségre, ahhoz, hogy a meglévő okostelefonján vagy laptopján a gyerek számára elérhetővé tudja tenni a tartalmakat, amik a kollégák átküldtek vagy megosztottak, akkor mi a szülőket is segítettük és támogattuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy így meg tudtuk mi is oldani részben. Nyilván nem minden tanuló esetében, de azért a tanulók egy nagy részénél sikerült eljuttatni nekik a digitális formában is a tananyagot. Köszönjük szépen a választ, és gratulálunk a munkához, és Szegedre látogatunk most. Ahogyan az elején említettem, egy nagyon színes palettát láthattok a mai webináriumon, kedves kollégák, és most a szakképzés következik. A Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája igazgatója Nemes Nagy Katalin Erika következik. Parancsolj! Kedves kollégák, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Egy picit más vizekre fogunk most evezni. Mi nem a digitális munkarend tapasztalatairól fogunk beszélni most elsősorban, hanem a tanulási terek kialakításáról. Ez több tanulási teret is érint. Az elsőként a tavalyi tanévben megvalósult projektünkről szeretnék beszélni. 3 éve veszünk részt a Microsoft Innovatív Iskola programjában, és az első ilyen projektünk tavalyi évben az iskolai könyvtárunk átalakítása volt, amely során nagyon hasznos tapasztalatokat gyűjtöttünk az Innovatív Iskola program vezetői tréningjein, és úgy döntöttünk, hogy mi egy tanulási térkialakítási projektet választunk. Az iskolai könyvtárunk az inkább egy raktárhoz hasonlított, és ehhez talán még egy fontos információ az, hogy a Szeged városában, illetve Csongrád megyében mi foglalkozunk azoknak a fiataloknak a képzésével, akik valamilyen oknál fogva, akár tanulási, beilleszkedési, magatartási vagy szociokulturális hátrány miatt nem boldogulnak más iskolában, és ezért
ez a tanulócsoport ez nem is annyira szereti az olvasást, és ezzel nagyon sok problémánk volt, hogy hogyan tudnánk ezeket a fiatalokat az olvasás szeretetére megtanítani. Ehhez egy nagyon-nagyon nem ideális környezet állt rendelkezésünkre. Egy tantermet alakítottunk át szépen fokozatosan. A megvalósítás lépéseit ide össze is gyűjtöttem, de inkább arról beszélnék, hogy mi volt a célja. Egy olyan többfunkciós helyet szerettünk volna kialakítani, ahol a tanulás, az önálló tanulás is megvalósítható, a kiscsoportos fejlesztő foglalkozások megvalósíthatóak, mégis egy olyan közösségi tér, ami színes, fiatalos, de mégis csak egy könyvtár, legyenek benne digitális eszközök, akár egy 3D nyomtató, akár egy nagyobb méretű kijelző, illetve laptopok, és hogyha arról van szó, akkor teret tudjon biztosítani a játéknak is. Ezeken a képeken láthatjátok, hogy gyakorlatilag a megvalósítás során, amit elterveztünk, az sikerült is végigvinni. Vannak olyan kis egységeink, tanulási boxok, ahol tényleg az önálló tanulás válik lehetővé, illetve kávézós, teázós kis területünk, és hát babzsákfoteles, kényelmesen olvasós, kényelmesen elhelyezkedős, beszélgetős sarok is. És számunkra egyébként egy nagyon meglepő tapasztalat volt, hogy a gyerekek babzsákfotelben ülve is tudnak számítógépen 3D tervezni. Ez volt az egyik legmeglepőbb tapasztalat ezzel kapcsolatban. És a könyvtári egység másik részében egy ilyen alacsonyabb bútorokkal berendezett közösségépítős, társasjátékozós teret alakítottunk ki. Egy év elmúltával most már azt mondhatjuk, hogy a kezdeti meglepődést, ellenállást egy nagyon sikeres történet követte. A gyerekek maguktól önállóan bemennek a könyvtárba, nagyon szeretnek ott tartózkodni, ehhez kellett mondjuk egy olyan személyiségű könyvtáros is, aki a digitális eszközök használatára is nyitott, és mégis megvan a könyvek szeretete és az olvasás szeretete, és ezt hitelesen át is tudja adni a gyerekek számára. És eljutottunk odáig, hogy most nem csak játszani, nem csak tervezni, nem csak 3D nyomtatni mennek be a gyerekek, nem csak tanulni mennek be, hanem olvasni is. Jelentős mértékben nőtt a könyvtári könyveket kölcsönző és olvasó gyerekeink száma, ami nagyon nagy eredmény, nem számítottunk egyébként ilyen mértékű növekedésre. Ebben a tanévben egy másik közösségi tér kialakításába fogtunk. Egy újabb ékszerdoboz alakult ki az iskolánkban, ez a digitális közösségi alkotóműhely. Egy hagyományos tantermet kell elképzelni, és mellette elhelyezkedő tanterem összenyitásából ilyen nagyon komoly falvágási munkálatokkal egybekötve sikerült ezt kialakítani, illetve különféle eszközök is ugye megérkeztek még az idei tanév őszén. És hát nagyon szoros határidővel, de sikeresen át tudtuk adni ezt a digitális közösségi alkotóműhelyet, amit egyben egy STEM konferenciával, egy EduDay-jel tudtunk összekötni december 7-én, ez egy munkaszombati nap volt. Erről a konferenciáról többen hallottatok bizonyára, ugye ez a Microsoft támogatásával jött létre, és gyakorlatilag az volt a célunk, hogy össze tudjuk hozni egyrészt a digitális közösségi alkotó műhelyeket tervező és már üzemeltető kollégákat egy közös beszélgetésre. Volt is egy ilyen plenáris pódiumbeszélgetésünk, illetve volt néhány plenáris előadás, ahol a mesterséges intelligenciától kezdve egészen a tanári kollaboráció fontosságáig hallgathattak a kollégák előadásokat, és körülbelül 15 műhely munka volt még ezen kívül, a mikrobit programozástól, az Arduino programozáson át, a 3D tervezésig, társasjátékok kialakításig. Ezeket a műhely munkákat a expert szakértő tanárok tartották, és nagyon hálásak vagyunk, nagyon színvonalas műhely munkákat tudtak tartani. Tanárok egyébként 3 idősávban választhattak ezek közül a műhely munkák közül. Itt is a Microsoft Hacking STEM-es órák közül is volt egy műhelymunka, ahol a robot kéznek a kialakítását próbálhatták ki a kollégák. Ezt követően indult meg a birtokba vétel, és hát a digitális munkarend kitörésével
sajnos 2,5 hónapunk volt gyakorlatilag tesztelni, hogy mire is lehet jó maga ez a digitális közösségi alkotóműhely. Ez alatt az idő alatt egy saját projektet dolgoztak ki a kollégák, aminek az volt a lényege, hogy nálunk tanulható szakmákból, szakmacsoportonként egy-egy kis feladatot dolgoztak ki a kollégák, és forgó színpadszerűen vettek részt a 8-os fiatalok, ez egy pályaorientációs délelőtté állt össze ez az egész. Úgy kell ezt elképzelni, hogy egy kis virágtartó, itt látható ezen a képen, kis virágtartót állítottak össze a faipari részen, ezt beültették egy kis cserébe a növényt, belerakták, készítettek hozzá hímzőgép segítségével egy kis feliratot, hogy milyen növény található ezen ebben a kis cserében, illetve hát ehhez kapcsolódóan, hogyha megsérül, akkor hogyan kell sebet ellátni, tehát egy nagyon szép, komplett projekt alakult ezzel kapcsolatban ki. Ugye a veszélyhelyzet kitörésekor, vagy veszélyhelyzet utána egy pajzs nyomtatásos projektben kezdtünk a kollégákkal, ehhez tudtunk mi csatlakozni, és amiben látjuk a digitális közösségi alkotóműhely jövőjét, a terveink ezzel kapcsolatban, egyrészt az általános iskolás korosztálynak, illetve a szakiskolai előkészítő korosztály számára pályaorientációs foglalkozásokat szeretnénk tartani, különböző szakköröket és nyári táborokat. Amit nagyon fontosnak tartjuk még, az a tudásmegosztás és a közösségi hálózatok kialakítása a többi digitális közösségi alkotóműhelyel. Nagyon szeretnénk egy pedagógus továbbképző műhelyet kialakítani, ez is a hosszú távú tervek között szerepel, és már megkezdtük az együttműködést a többi a környében található felsőoktatási intézményekkel, illetve általános iskolákkal és középiskolákkal is, illetve a vállalati partnereinkkel. Azt gondolom, hogy a digitális közösségi alkotómű egy remek lehetőség arra, hogy közösséget kovácsoljunk, és ezekben a tudásmegosztási felületekhez nagyon szeretnénk a Teams-et majd használni, mint virtuális felület. Reményeink szerint ez sikerülni fog, és a következő tanévben már a fejlesztett tananyagokról tudunk beszámolni, illetve a kidolgozott projektekkel kapcsolatos sikereinkről. Nagyon szeretettel várunk egyébként minden kedves kollégát és minden iskolát az iskolánkban megtekinteni ezeket a tereket, és nagyon szívesen segítünk, hogyha valakinek kérdése támadna ezzel kapcsolatban, hogy hogyan érdemes egy ilyen teret kialakítani. Én magam részéről köszönöm a figyelmet, és akkor visszaadnám a szót Attilának, és ha van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, és hát itt a kulcs szó, az egyik kulcs szó a tudásmegosztás, ami valóban nagyon fontos, és már nálatok nem most kezdődött el. A kérdésem az, hogy a gyerekek, illetve a kollégák hanyad része kezdte el használni, vagy vette birtokba ezeket a tereket, hogyan lehet esetleg kiterjeszteni minél nagyobb közönség felé ezt. A könyvtárral kapcsolatban nagyon meglepő arány. Azt gondolom, hogy a kollégáink döntő többsége, tehát itt 90% fölötti létszámra kell gondolni, nagyon szívesen, teljesen függetlenül az életkortól, a tanított szaktól, szakmától, tényleg nagyon szívesen használják, mert a gyerekek szeretik, és ez egy nagyon motiváló a kollégák számára is. A digitális közösségi alkotóműhely az még egy kicsit az érdekesség szintjén van. Szerencsére azt már el tudom mondani, hogy van egy 15 fős csapat, aki szívesen vesz ebben részt, és akár szabad idejében is próbálgatja, ötletel és tesztel. Én azt gondolom, hogy ez ahhoz, hogy a tananyagfejlesztés és a tudásmegosztás meg tudjon kezdődni, ehhez pontosan elég. Nagyon fontosnak tartom egyébként azt is, hogy megtaláljuk azt a változtatási sebességet, és talán ez a legfontosabb, amit ebben a programban tanultunk, hogy minden iskolának megvan az a sebessége, amivel érdemes a változtatást végrehajtani. Ezt a sebességet nagyon nehéz megtalálni. Ne haladjunk túlságosan gyorsan, hogy ne szakadjanak el a többiek tőlünk, és ne menjünk túlságosan lassan se. Én mindig azt mondtam még a program elején, hogy a tantestületünk az fontolva haladó,
Igen, fontolva haladunk, de most már azért látszik, hogy tényleg fokozatosan tudunk előrelépni, és nagyon fontos az, hogy a kollégák bízzanak az iránymutatókban, tudják őket követni, és most már eljutottunk arra a szintre, hogy ez már nem csak a vezető hóbortja, legalábbis remélem, hanem a kollégák igenis mellé állnak a projekteknek, és közösen tudunk előre haladni, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Köszönöm szépen Erikának, és visszatérünk Budapestre, a Verespálné gimnáziumba, és megkérem Korompai Bálint igazgató urat, hogy mutassa be az ő gyógyakorlatukat. A mikrofont kapcsolt be, Bálint, légy szíves. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a résztvevőket. Azt gondolom, hogy az emberiség mindig is csodákra volt képes. Az ősember számára az volt a csoda, amikor a tűz körül ült és megoszthatta egymással a vadászsákmányt, illetve a vadászatnak a tapasztalatait. Én most elképedve vagyok tanulja annak, ahogy a 21. században a képernyőinket osztjuk meg egymással, és ezáltal a tudásunkat, tapasztalatainkat. Azok közé tartom, tehát csatlakozni szeretnék azokhoz, akik úgy gondolják, hogy itt a magyar közoktatás történetében ez egy mérföldkő volt a digitális munkarendnek a bevezetése. Azt gondolom én is, hogy 2020. március 16-án egy új időszámítás kezdődött. Ennek megfelelően szeretném taglalni a mondandómat három részre, veszélyhelyzet előtti, veszélyhelyzet alatti és veszélyhelyzet utáni gondolatokra, illetve tervekre. Három évvel ezelőtt, annak idején, amikor beléptünk a Microsoft Innovatív Iskolák programjába, akkor mi alapvetően ezt az egész digitális transformációs kérdést a szervezetfejlesztés oldaláról közelítettük meg. Koncepciónak lényege nem az volt, hogy egy-egy szaktanár ássa bele magát minél jobban a Teams rejtelmeibe, természetesen ezt hagytuk és ennek örültünk, de a koncepciónak a lényege az volt, hogy lehetőség szerint egységesen, egyszerre mindenki tegyen meg közös lépéseket a szervezetfejlesztés érdekében. Mindezt azzal az előfeltevéssel fogalmaztuk meg, hogy abban az esetben, hogyha minden tanár otthonosan mozog ebben az online térben, akkor vagyunk hitelesek, akkor várhatjuk el igazából a diákok részéről, hogy ők is használják az Office 365-öt. Mint ahogy látjátok itt a megosztott képernyőn, mi az első időkben az intézményi kommunikációra fókuszáltunk. Az első csoportunk, amit létrehoztunk, ez a tanárcsapat volt, és azért, hogy egy jól átlátható struktúrát hozzunk létre ebben a virtuális térben, minél igen sok csatornát hoztunk létre, amiben igyekeztünk az információkat rendszerezni, tematizálni. Itt most éppen a robgyűlés emlékeztetők csatornát látjátok. Hétről hétre tartunk értekezletet, amikor bevezettük a digitális munkarendet, akkor hetente több, ez most nem hosszú értekezletekre kell gondolni, hanem valóban ilyen kis röpgyűlésekre, és ezekről mindig megosztok a kollégákkal egy emlékeztetőt. És ugye azt gondolom, hogy ennek az a jelentősége, hogyha a tanárok mindig jól vannak informálva, akkor ők maguk az információkat is kellőképpen tovább tudják adni a diákoknak. És akkor, ahogy itt látjátok, az talán a legnagyobb haszna ennek az egésznek, hogy visszanagyítottam, hogy áttekinthetők és visszakereshetők az információk. Aminek a legnagyobb sikere volt a kezdetén, az a hiba bejelentő csatorna volt. Rögtön megbeszéltük a kollégákkal, hogy kedves kollégák, innentől azt a csúnya, ronda, kockás füzetet ki fogjuk dobni, ami már rongyos is volt, és innentől kezdve bármi hibát észleltek az iskola épületében, legyen az a folyosón, vagy az épületben, vagy az osztályteremben, ha leszakadt egy tábla, vagy elromlott egy ablak, vagy lóg egy konnektor, innentől csak ezen a felületen tudjátok ezt a hibát bejelenteni a gondnok úrnak,
és a gondnok úr ezt a problémát orvosolja, háromféle üzenetet ad meg, nem tud segíteni, megoldotta ezt a problémát, vagy még egy kis türelmet kér. És én vezetőként erre az egész folyamatra ráláthattam, és tényleg átvitt, és a szószoros értelemben is láttuk, hogy olajozottan működnek-e ezek a dolgok. Nem sok csatornát szeretnék itt még megemlíteni, talán a Sikereink csatorna, ami említésre méltó, ugye itt a versenyeredményeinket osztjuk meg egymással, itt lájkoljuk egymásnak a sikereit, szívecskéket adunk egymásnak. Azt gondolom, hogy a közösség fejlesztés szempontjából azért ez igencsak lényeges. Illetve mivel tanuló szervezet vagyunk, a digitális kompetenciáink elnevezés azt gondolom, hogy magától értetődik. A digitip gyűjtemény csatorna az abban különbözik az előbbitől, hogy itt nem kommentáljuk a feltett videókat, ilyen tanuló videókat, hanem itt ezek megint csak a kollégák számára visszakereshetők, és segítik a tanulást a számukra. A második rész, amit hangsúlyozni szeretnék, és itt ezt az egészet igencsak átértékeltük a veszélyhelyzet idején, ez az egy osztályban tanító tanároknak a csoportja. Két gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni. Az egyik dolog az az, hogy a bajok azok nem januárban és júniusban jelentkeznek, amikor az egyosztályban tanító tanárok osztályozó konferenciát tartanak, hanem folyamatosan, bármikor történhet bármifajta esemény. És a másik dolog pedig az, hogy egy tanuló tanulását nem egyetlen egy tanár, hanem tanároknak a közössége kell, hogy támogassa. Éppen ezért hoztuk létre annak idején az egyosztályban tanító tanároknak a csoportját, és ennek a jelentőségeit a veszélyhelyzet idején nem csak átértékelődött, hanem felértékelődött. Itt tudunk egymással kommunikálni tanárok arról, hogy egy-egy diák lemaradt-e, miért maradt le, mindenből lemaradt-e, vagy esetleg csak egy-egy tantárgyból. Itt hívjuk fel az osztályfőnöknek a figyelmét, hogy esetleg szükség van a szülőket értesíteni, és hát ez a fajta kommunikáció a pedagógusok között segít aztán a diáknak is, hogy tudjon korrigálni. Hallottam itt a korábbi ismertetésekben is, hogy igen, volt, aki késve lépett be, de aztán fel tudta venni a fonalat. És végül egy kicsit előre szeretnék tekinteni, és most egy másik felületet szeretnék veletek megosztani. Mert ez egy egészen friss élmény. És ugye mondtam az elején, hogy mi a szervezetfejlesztés oldaláról indítottunk. Itt most a tanulásszervezés egyik lényeges pontjára szeretném, vagy ezt pontját szeretném hangsúlyozni. A Forms-nak egy Forms alkalmazásnak egy előnyét szeretném kiemelni. Abban az esetben, hogyha itt a beállításra kattintunk, és ugye lehetővé tesszük, hogy a gyerek neve megjelenjen, és személyenként nem egy választ adhat, hanem többször is megcsinálhatja ugyanazt a tesztet. Ráadásul azt állítjuk be, hogy az eredmények automatikusan jelenjenek meg a számára, akkor azt gondolom, hogy mi valami nagyon fontos lépést tettünk abba az irányba, hogy a tanuló differenciáltan tanulhasson, és egy olyan folyamatot tervezünk, ami nem feltétlenül eredményorientált, hanem folyamatorientált. Föltettem nektek egy mintát, egyik kedvenc tanítványom, Korompai Bálint készítette el a következő teszteket, és láthatjátok az eredményét. Tehát ugye a francia ige vonzatokról készült ez a teszt, és hát az elején még nem volt túlságosan összeszedett, de utána ezt a tesztet újból és újból megcsinálta, és a végén, negyedik próbálkozásra elérte a 100%-ot. Ezt most így félig viccesen mondom nektek, de ezt kipróbáltam a francia csoportban, és ugye van olyan diák, akinek elsőre sikerül a 100%-ot elérni, valakinek pedig ötödszörre. A lényeg az, hogy lehetővé teszi a diák számára az egyén
az egyéni fejlődést, a tanár számára pedig a csoport haladását segít figyelemmel követni. Lehet látni, hogy mik azok a feladatok, amik nagyobb gyakorlást igényelnek, és úgy gondolom, hogy ennek az egész alkalmazásnak van óriási lehetőségek rejlenek, egyrészt a későbbiekben egyrészt a tehetséggondozás, másrészt pedig a felzárkóztatás területén. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. Az a kérdésem lenne, kettő kérdés is tulajdonképpen, hogy az egyik egy technikai kérdés, azzal kezdem, ami a chatben érkezett, hogy ez a sok-sok csoport mennyire lassítja a rendszert. Nem gondolom, hogy lassítja. Ugye, tehát így egy két dologról, két különböző dologról beszéltem. Az egyik dolog az az, hogy a tanárcsoporton belül ugye különböző csatornákra jönnek az információk, egyszerűen más polcról vagy más zsebből vesszük magunkhoz az információt, nem tapasztalok emiatt lassulást. Ami fontos kezdeti nehézség, hogy ez az egész Teams, amit mi kialakítottunk 3 év alatt, ez olyan, mint egy virtuális épület, tehát amit alapvetően meg kell tanulni. Ugyanúgy, amikor az ember belép egy épületbe, meg kell tanulja, hogy hol van a tanári szoba, a menza, a könyvtár, itt is ugyanúgy meg kell tanulni ezeket a sarkokat. De ez azt gondolom, hogy egy elég rövid tanulási folyamatnak lehet az eredménye. Köszönöm szépen, és még az a kérdésem merült föl, hogy a szülőket és a diákokat megkérdezitek-e arról, hogy legalábbis például a digitális munkarend kapcsán, hogy mit gondolnak a rendszerről, és hogyan tudjátok figyelembe venni az ő visszajelzéseiket? Itt most a digitális munkarend folyamán elsősorban, mivel azért alapvetően nagyobb diákokkal van dolgunk, a diákok számára készítettünk egy űrlapot, egy form szűrlapot, és a diákoknak több mint 75%-a kitöltötte a kérdésekre adott választ, és egy 4-fokú skálán kellett az elégedettségüket jelezniük, és elmondhatom, hogy nagy túlnyomó többségük, tehát több mint 3/4 elégedett az itt zajló munkával, és ezt egy óriási dolognak tartom. És hát valóban itt, ahogy Botond is elmondta, hogy az érettségi előtt igazából micsoda segítség volt a végzősöknek, hogy otthon oszthatták be az idejüket, és arra fókuszáltak, amire igazából szükség volt, ezt a mi végzős diákjaink is megerősítették nem egyszer. Köszönjük szépen! Itt egy nagyon, nagyon gazdag tapasztalatcsokrot hallhattunk itt a kedves kollégáktól. Egy záró kérdésem lenne mindenkihez. A szeptemberben új tanév kezdődik, minden tanév persze más, de azt gondolom, hogy most már ugye eddig Magyarországon mindenki tudta, hogy mindenkinek elég ismert volt a március 15-e, sokan visszaemlékeztek, hogy mit is csináltak az előző március 15-én. Most egy újabb dátum lett március 16-a. Az a kérdésem, hogy ebben a digitális oktatás időszakban született tapasztalatok közül mi az, amit az új tanévben biztosan továbbvisztek, mi az, ami emiatt mássá teszi egy kicsit az új tanévet, emeljetek ki egy vagy maximum két fontos dolgot, amiben most már másképpen kezditek szeptemberben vagy augusztusban a tanévet. És akkor haladjunk ugyanabban a sorrendben, ahogyan az előadások is voltak, tehát most elsőként a Móra Ferenc Általános Iskola részéről Székelyné Palkó Máriát kérem, hogy válaszoljon, és így megyünk majd tovább. Jó, akkor
Még, hát ugye hogyan továbbra? Hát itt a végén én ott mondtam, hogy ami a legfontosabb számunkra az az, hogy csoportosan a gyerekek szeretnénk, hogyha akkor is, hogyha általános iskoláról van szó, vagy akár negyedikesekről, akkor csoportvezetők lehetnének egyes bizonyos területeken, és nekem ez egy fejlődésem, hogy jó lenne, hogyha a Teams-be is bekapcsolnának, hogy ők mit látnak, mert amit én itt láttam, az gyönyörűséges, és szerintem professzionális, de biztos, hogy ők más szemmel látják ezt az egészet, és másképpen fogják ezt majd akár alkalmazni is. Úgyhogy ez az első szám, és persze a többiekkel meg megyünk tovább, tehát a csoportjainkkal, és akár még egy zanzát is el tudok képzelni, illetve egy olyan puzzle-t, amiben benne van, amit eddig tanultunk, meg benne van a múltunk, és akkor azzal valahogy együtt egy ilyen közös valamit alkotni. Ennyi elég így válaszként? Vagy köszönöm mindig? Szépen, köszönöm. Brigitta? Én két dolgot fogok kiemelni. Az egyik a kollégák szintjén, és az ő visszajelzéseik, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szelete lesz a következő tanévünknek, mert az a fajta együttműködés, amit a Teams-ben meg tudott valósulni ebben az elmúlt néhány hónapban, az azt gondolom, hogy szeptembertől is folytatódik, remélhetőleg már az iskola falai közé is vissza tudunk térni, és ilyen formában. Tehát az, amit itt egymásnak is tudtak nyújtani a kollégák, biztos vagyok benne, hogy szeptembertől is ad olyan fajta támogatottságot nekik, ami ismét előrébb tudja vinni őket. Tehát a kollegiális segítségnyújtás szerintem egy nagyon fontos terület lesz szeptembertől is. A másik pedig a diákok szintjére gondolva, de szintén a visszajelzésekre alapozva mondom azt, hogy nálunk az osztályjegyzett füzet használata rendkívüli módon elnyerte a kollégák és a gyerekek tetszését is, és már többször megfogalmazták, hogy igen, szeptembertől sem szeretnék ezt úgy mellékesíteni, hanem hogy akkor hogyan tudjuk ezt beépíteni a hagyományos iskolai történetünkbe, ez már majd a szeptembertől induló tanévnek a kérdése lesz, úgyhogy mi is izgalommal várjuk, hogy újra a falak között próbálhassuk most már ezt a vegyes technikát. Köszönöm szépen, és azt is, hogy itt lehettem. Köszönjük szépen, György! Hasonlóképpen röviden azt mondhatnám, hogy a Teams-nek a megtartása, tehát ami célunk volt, a két év alatt és két hét alatt sikerült létrehozni, tehát mint kommunikációs csatorna akár a vezetőségen belül és a nevelőtestületen belül ennek az alkalmazását mindenképp úgy gondolom, hogy folytatódni fog, és menni is fog a következő tanévekben, illetve években. Emellett remélem, hogy sikerült a kollégáknak úgy megszeretni ezt az alkalmazást, hogy fogják alkalmazni osztály szinten, és akár tananyag közlésére, feladatok kiadására és szorgalmik beadására ugyanúgy osztály szinten, ahogy eddig is most a digitális oktatás során használták, most hasonló az elkövetkező években hasonló módon, egyre több módon próbálják meg kihasználni a Teams lehetőségeit. Köszönöm szépen! Köszönöm én is. Csillát kérem, hogy hozza meg gondolatait. Igen, hát ugye mi is második éve vagyunk tagja az Innovatív Iskola programnak, és a karantén adta azt, hogy hirtelenjébe belevágtunk sok olyan dologba, amit majd szépen lassan és fokozatosan akartunk kialakítani. Tehát mindenképpen tovább fogjuk vinni, mert a Teams használatát, mert arra jöttünk rá, és egyre több kollega visszajelzéséből, ugye egy nagyon jó kommunikációs felület. De én szeretnék kitérni majd mindenképpen a következő évben arra, hogy mennyire fontos lenne a pedagógusaink képzése is. És itt ugye a belső tudás megosztás nagyon fontos, hogy mindenki, amit megtanult magától, autodidakta módon, vagy bármelyik más digitális oktatásból, azt tudja továbbadni a kollégáknak, és aztán innét lehet szélesíteni, és minél több eszközét vagy applikációját használni ennek a rendszernek. Van egy másik terület, ugye ez a tanulók területéről, amit ugye itt a hallhatunk a Botontól is a közös tanulás, hát mi egy általános iskola vagyunk, de azt megtapasztaltuk, és egyre inkább, hogy a gyerekek szeretnek együtt dolgozni. A
együttdolgozás, ugye a csapatmunka, az már mindennapi szinten volt az iskolai oktatásunkban, de az, hogy ez digitális térben is megvalósuljon, ezt szeretnénk mindenképpen terjeszteni. És harmadikként pedig egy reményeink szerint megvalósul az iskolánk udvarán, egy nagyon pici területünk van, ezért egy úgynevezett vertikális játszóteret tervezett oda egy édesapa, és a önkormányzat segítségével talán meg tudjuk valósítani, viszont nem akarjuk csak a felnőttek által ezt a területet kitalálni, ezért egy közösségi tervezés is lesz az elkövetkezendő időben, amire ezt a Teams felületet mindenképpen használni fogjuk. Úgyhogy a terveink között ezek vannak, és hát ugye megemlítettem természetesen a gamifikációt, amit szeretnénk tovább folytatni valamilyen szinten az osztályunkban mindenképpen, hogy aztán, hogy hogyan tudjuk kiterjeszteni a többiek felé, az pedig még egy közös munkának lesz majd az eredménye. És én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és meghallgattam. Mi is nagyon szépen köszönjük, és Andrást kérem, hogy folytassa a gondolataival. Hát, mint mondtam, mi már szeptember óta használtuk, még kevesebb kolléga, vagy nem minden órán, de szerintem szeptembertől teljes egészében megtartjuk ezt a rendszert, és átállunk a digitális személyes osztálytermi együttműködésre. Ebből szerintem egyáltalán nincs probléma. Ha tovább lépve, akkor én még a Office 365-nek így elég komplex rendszert, hogy rengeteg olyan ága van, vagy olyan apja van, amit még nem használunk ki. Itt gondolok arra, hogy az egész iskolánkat, vagy a működésünket egy ilyen projekt menedzsmentre átállítani, ami ugye egy folyamatosan nyomon követhető lenne a kollégáknak, illetve a cél, illetve ezt már el is kezdtem szervezni, a hashtag school, ugye a gamificationnek lesz a komplett bevezetése. Most a jövő év még egy ilyen pilot programban, hogy azok a kollégák csatlakozhatnak hozzá, akik szeretnének, de későbbiekben én úgy gondolom, és ez saját tapasztalat, mert én most itt ezt az év, inkább azt mondom, mert talán az évben, hogy ezt a pontrendszert elkezdtem használni, és ez még csak teljesen kis Excelben, de azt láttam, hogy a diákok sokkal motiváltabbak váltak, illetve itt még egy ilyen kis jó tanács, hogy valahol kérdezték is, hogy bejelentkeztek-e a diákok, hát nálunk körülbelül egy ilyen 90%-os arányban folyamatosan ott voltak a diákok. Én például ugye úgy motiváltam őket, hogy a pontokat kaphattak azért csak magába, hogy bejelentkeztek, az már majdnem ugye megvolt a kettes, de hogyha még feladatokat is megoldottak határidőre, akkor ugye bőven lehetett itt 4-es, 5-ösöket szerezni. És ami még lenne egy ilyen harmadik, hogy nem véletlen, amit mutattam, ilyen felmérést, ezt mind a szülőket, mind a kollégákat, mind a diákokat megkérdezzük, és egy ilyen tapasztalat levonása lesz, hogyha ne adj Isten, ugye jön a második kör, vagy ne adj Isten a második, jövő évben hasonló ilyen időszakban bármilyen lezárás lesz, hogy mi az, amiben jól csináltuk, vagy mi az, amiben változtatni kellene. Például csak egy példát mondok, hogy most így a szülői felmérésből, hogy mi meghagytuk ugye az órarendet, azt nem változtattuk meg, hanem ugyanúgy mentünk tovább, de mondjuk ugye a testnevelések, esetleg az ének miatt ugye sokjuk keletkezett, hogy mondjuk a jövőben, ha egy ilyen lesz, akkor azokat a tantárgyakat, amit ugye nem biztos, hogy online meg tudunk tartani, azokat úgymond kivenni a rendszerből, és akkor egy kicsit ugye a diákoknak is kevesebb, úgymond szabad idejük lesz, ugye az iskolában nem kell délutánig itt lenni, vagy ott lenni a képek előtt, meglátjuk igazából. Nagyon szépen köszönjük, és Lívia folytatja, kérem. Ahogy azt említettem, mi egy gyógypedagógiai módszertani intézmény vagyunk, úgyhogy így a tanulók részéről, ha végig gondolom, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy azt idáig is tudtuk, hogy a mi diákjaink is képesek digitális eszközöket használni, digitális tartalmakat elsajátítani a tanórán, pedagógus segítségével, de azt gondolom, hogy most ebben a 3 hónapban tudtuk megtapasztalni, hogy hihetünk abban is, hogy a mi gyerekeink, a tanulásban is értelme akadályozott gyerekeink is megfelelő támogatással és nagyon őrájuk szabott egyénre szabott tartalmakkal képesek
akár a tantermen kívül is a digitális tartalmaknak a befogadására, tehát ez egy nagyon nagy tapasztalat. Annál is inkább, mert azt gondolom, hogy a jövőbe bátrabban vághatunk bele az általános iskola felső tagozatán tanuló gyerekekkel, illetve a szakiskolába tanuló gyerekeinkkel a következő évben a Teams bevezetésébe. És hát a másik oldalról pedig ugye a pedagógusok együttműködését tekintve azt gondolom, hogy már az első évben ki tudtunk alakítani egy hatékony együttműködést, és azt gondolom, hogy ezt szeretnénk megmutatni, ezt a tényleg nagyon jó lehetőséget a tankerület más intézményeinek is, és tudom azt, hogy a Mohácsi Tankerületi Központ intézményei erre nyitottak, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy erre majd a következő tanévben sor kerülhet. Köszönöm szépen, és Erikát kérem, hogy mondja el gondolatait. Az biztos, hogy a nevelőtestületi értekezleteket, illetve az alkalmazotti értekezleteket gyakrabban fogjuk ilyen formában tartani, online formában, hiszen két épületben zajlik nálunk párhuzamosan a tanítás, és ez egy nagyon nagy könnyebbség volt a kollégák részére is, arról nem is beszélve, hogy ezeket tudjuk rögzíteni, és a távol maradó kollégák pontosan ugyanazt az információt tudják megkapni, hogyha visszahallgatják az értekezletet. Ez az egyik terület szerintem, amit meg fogunk tartani. A másik a segítő beszélgetések, akár diák és szociális munkás között, vagy pszichológus között, akár a segítők csoportjának a közös megbeszélése, amiben be tud az osztályfőnök is kapcsolódni. Ez a kollégák részéről azt gondolom, hogy ilyen formában fog tovább folytatódni a munka. Ami a diákokat illeti, mi minden évben egy témahéttel kezdünk, és minden évben egy témahéttel zárjunk minden tanévet. Ebben az évben ugye a zárás az sajnos elmarad, de a következő tanévben a tanév kezdő témahét, aminek ugye a csapat összerázás leginkább a célja és az ismerkedés. Ennek szerves része lesz a Teams használatának a megtanulása, illetve az alap digitális kompetencia alapszintre hozása, hogyha az ősz folyamán megint digitális munkarendben történne az oktatás, akkor ennél jóval nagyobb mértékben tudjanak a diákeinkbe kapcsolódni, és sokkal önállóbban képesek legyenek használni ezt a felületet és eszközöket. Köszönöm szépen, és Bálintot kérjük, hogy mondja. Attila, egy dolgot kértél, akkor egy dolgot fogok mondani. A tehetséggondozás területén nagyon izgalmasnak találom az online szakköröknek a lehetőségét. Nem biztos, hogy egy időben és egy térben meg kell jelenjenek itt az iskola épületében a diákok, hanem ezt ezeket a szakköröket itt a Teams-en belül is meg lehet tartani, akár feladat kiadásokkal, online konzultációkkal, és nyilván személyesen is lehet találkozni, de jóval ritkábban, akár havonta egyszer, vagy két havonta egyszer. Tehát ebben látok lehetőséget. Köszönöm. Köszönjük szépen, és hát azt el kell mondanom, hogy mi a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ csapatával minket is ugye meglepetésként ért ez a március 16-a, hiszen a digitális témahét előtt voltunk, és hát megmutatkozott az, hogy a digitális témahétnek sokkal nagyobb tere lehet itt az iskolai munkában. Már korábban is úgy gondoltuk, hogy az egész tanév lehet digitális témahét, bármikor lehet digitális témahét, és erre bíztattuk most is a kollégákat, hiszen nem régen ért véget a digitális témahét, és itt szeretnék meghívni mindenkit 2020. július 1-én 14 órára, amikor az online díjátadója lesz a digitális témahétnek, ahol egy mini konferencián a pályázatok közül a legjobbak be is mutatkoznak majd. És azt szeretném örömmel konstatálni, hogy ez a nagyon régi
szép hagyomány, a Microsoft Innovatív Iskola program is folytatódik jövőre, és tágabb értelemben az innovatív pedagógia is folytatódik szerencsére itt Magyarországon, de ne feledkezzünk meg a külhoni magyar kollégáinkról sem, akik nagyon sok szálon kötődnek szakmai csoportokban, projektekben hozzánk, és itt is vannak a mostani webináriumon a résztvevők között, őket is beleértem az innovatív körbe, és nagyon jó ezeknek a programoknak részesei lenni, és köszönöm szépen a mai előadóknak, köszönöm szépen a mai webinárium résztvevőinek, és köszönöm szépen a szervezőknek is, akik itt a háttérben nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ez a grandiózus webinárium létrejöjjön, és szeretnék mindenkinek nagyon jó feltöltődést kívánni a következő, azt hiszem, izgalmas tanévre. És most arra szeretnék kérni mindenkit, hogy egy néhány percet még szálljon arra, hogy egy rövid hangulatfilmet nézzetek meg, amelyben az, ebben az évben az Innovatív Iskola programban történtekről, az eseményeken, rendezvényeken történt képekről egy rövid összeállítást tudtok megnézni. Köszönöm szépen, és mindenkinek további kellemes délutánt kívánok.